Balázs legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 13 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Szevasztok. Drága hallgatók, megnyomjuk, mi az Isten van most. Így van, ez van. Megnyomjuk ezt, lehúzzuk ezt, feltoljuk. Ezeket nem ismerjük, ezeket se, de megnyomjuk, ebből nem lehet baj, jaj, ebből meg már van. Ez nagyon be van állva, ez biztos nem szoktuk használni. Ez nem világít, ezt ütöm mágam. Na, itt vagyunk, és hát remek idő volt hétvégén. Mindenkinek jó volt, szép volt? Gyönyörű, szép volt. Hát nyár volt. Konkrétan nyár volt. Igen. Hát, amikor megszokásban viszem magadra egy-két ilyen hosszú ruhadarabot, meg ilyen melegebb cuccokat, mert hogy nem régiben még ősz volt, meg hidegek voltak hajnok. Hát, konkrétan nyár volt. Gyönyörű idő volt, nálunk is bográcsolzás, kerti parti, gyereksereg, de jó. Minden volt a hétvégén, olyan sűrű volt, hogy nem is tudom, hogy mennyire volt sűrű. Az a dolga, üldögéltetek volna otthon. Nálunk volt, az egyik az nálunk volt, ja, a vasárnapi. Olyan sűrű volt, mint a birka gulyás, amit főztél a vendégsereg. A jófélek is marha pörkölt, amit csináltunk, bográcsban állunk ott a tűzön, úgyhogy nagyon jó kis hétvége volt. Család, gyerekek, gyereksereg. Ki volt a séf? Mindenki csinálta. Valaki emlékszik valamire? Mindenki csinálta, mindenki öntött bele, mi Benivel szedtük a fát. Szomszédtól. Illegálisan a közeli csalitosba. Illegális vakitermelés volt, rájöttem, hogy nincs baltám, mert valakinek elajándékoztam, hogy mindig mindenemet odaadom, mert azt hiszem, hogy nekem nem kell, ezért ezek itt nagy hasábokat tettünk rá, ami természetesen nem gyulladt meg, úgyhogy újra kellett konvertálni az egészet. De jó volt, mert olyan délután kettőre már égett is a tűz, amit 11-kor elkezdtünk. Elkezdtünk lehelletet. Ebédre mindenki, úgyhogy... 6 körül megvoltatok. 6 óra, akkor már tudtunk tálalni. De hát ez az idő, szóval ilyennek kéne, hogy legyen sokáig, nem? Nekem nem hiányzik ez a 30-35 fok. Nyáron ilyennek kéne lennie, de... Még egy 5 fokkal melegebb, és ez a 25-28. Meg lesz a 30 állítólag. Én ezt nagyon szeretem. Meg lesz a 30? Állítólag az van. Hát igen, közelíti már elég erősen. Böjtje lesz ennek. Böjtje lesz, ahogy szokták mondani. Ez még az áprilisban ez necces, illetve hát pontosabban még március végén is. 30 fokot mondanak hétvégére? Hát ilyen 27-et, 28-at, csütörtök, aztán egy kicsit. Portálfüggő, igen, igen, de én már láttam 30-at, és akkor visszaesik egy 27-re biztos péntekre, az úgy, hogy megint jó hétvége lesz. Igen, ráadásul, hogy még esőt is mondanak mellé, de nem baj, jó meleg van, ilyenkor tényleg lehet menni. Úgyhogy, mi pénteken nem voltunk igazából sehol, mert akkor mozipéntek szokott lenni, úgyhogy letudtam egy-két ilyen kis filmes tartozásomat magammal szemben, amit így korábban nem tudtam megnézni, hogy megnéztem egy-két jó filmet, meg egy-két sorozat záró epizódot. Szombaton sem voltunk sehol, mert anya felhasználta a vouchert, amit karácsonyra kapott tőlem. Egy ilyen kis vezetéstechnikai tréninget, és nagyon régóta rágta a fülemet már ezzel a dologgal, hogy nagyon szeretne elmenni, mert úgy szeret így próbálgatni a határait velem ellentétben, és marha jól érezte magát. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ki hogy van vele, de hogyha tényleg megteheti az ember, akkor érdemes kipróbálni olyan körülmények között az autót, amit egyébként nem kívánna az ellenségének sem, de hogy nagyon bírta. Melyiken voltatok az M1-esen? A ringen. Igen, az volt az első. Úgyhogy az volt, több is van, igen. Nagyon igen, kemény, amikor megtapasztalt, hogy elindul, hogy indul el mondjuk az autód oldal irányba. Nem szokott olyan lenni, de tényleg érdemes, akinek nem olcsók ezek, de egyébként megfizethető a dolog. Mondta, hogy még nem pörgött az autóval, ezt érdemes lenne kipróbálni, ki is próbálta. És megcsinálta. Csak itt ugye ellenőrzött körülményben, meg nem csattansz neki senki más. És megfogta, vagy kicsúszott? Azt mondja, hogy volt, amit megfogott, volt, amit nem. Tehát, hogy ezért nem sikerült neki 100%-osan hozni, hát nyilván ez pont ezért mész el egy ilyen kis tréningre, mert hogy olyan szituációk, amiket egyébként nem nagyon éltél még át eddig, vagy nem szívesen, de meggyőződtünk róla, hogy ilyen, illetve meggyőződött róla, hogy az autón ilyen gumik vannak, úgyhogy ezzel nagyon jól sikerült bevásárolnunk annak idején. Azon kicsit kívül... itt megdicsérted magad, hiszen, ugye? Hogy igen, nem hiába volt az három hét. Nem véletlen, igen, 3 héten keresztül nem véletlenül csekkoltam az összes internetes portált, hogy mit érdemes megvenni. A szezonális téli gumit megtalálni az interneten, tehát úgy Azt megdicsérték. Már eleve nagyon jól indult neki a kis napja, mert hogy odaért, és akkor elő, sziasztok, szálasztok szintén. Igen, persze, jó van. Na, és mikor kezdődik? Hát, elkezdek beszélni, ez kiderült, hogy az ő csoportja már elment. Úgyhogy padlogázzal követte őket, nagyon jó volt a megérkezés. Már mindenki ott volt. Ezért fékezés, hosszú féktáv, akármi. Megáll. Nem mentél vele? Nem. Eléget zsibasztam én szerintem, így a hétköznapokban az anyós ülésről. Mit tesz lett volna, ugye ilyenkor anyós ülésen a izéből?
vagy a kapsz egy ilyen oktatót, vagy ő CB mondja neked, te meg ott a hátsülésen kitámasztani. Volt kitok is. Nyáj. Ja, igen. Hagyja. Erre nincs ötletem. Anya. Jobbra, balra. Elő. Anya, fogd meg. Anya, mi ez a sok eső? Ja, cserep, magam alá rondítottam. Gyerek kapott esőkabát, nem, csak a pálya nyomja a vizet. Ja, jó, vihar vagy, anya. Szóval nem voltál, pedig jó móka egyébként, de egyébként nem is ülhet bent senki, azt hiszem. Nem, ez a walkie-talkie is megoldás, hogy ott van mellette, és akkor szépen, hogy egyenként indították őket, úgyhogy, de mondta, hogy mindenféle kategória volt, anyu, nagy sasszony, nagyon nagy terepjáróval, nagyon drága terepjáróval is eljött próbálkozni hát a vizét, de mellette ott ült azért apu, mert hogy, hát persze, meg kell, igen, pláne, hogy nyilván több 10 millió forintos, de volt, aki meg iszonyatosan lerohadt verdával volt, és az meg mindent kent vágott, tehát hogy ő meg valószínűleg onnan szerezte a rutinját, hogy gyakorlatilag soha nem kellett kímélni az autót semmilyen körülmények között, úgyhogy ő is nagyon profi, de nagyon jó kis program volt, az biztos. Hát nálunk úgy, fejlettebb nyugat-európai országokban ez része az oktatásnak, tehát te úgy igen, mehetsz ki a forgalomba. Kardosgondnak is, is érte egyébként, hogy jogosítványt is úgy lehessen kapni, hogy... Igen, még ezt hozzárakod pénzügyileg, már így se olcsó. Igen, azért igen, nálunk legyünk őszintén, Y-ba forduljon el, Y-ba tolasson be, menjünk ki a forgalomba, azért attól nem tanulsz megvezetni valójában. Igen. Tehát, hogy mit gondoltak, miért utaltam már az elején, amik is élménybeszámolnak arra, hogy éveken keresztül rágta a fülemet, hogy ő már szeretne elmenni egy ilyen, és szeretné kipróbálni, gondoltam még mielőtt, hogy hívják, már nem hosszabbítják meg a jósítványat, menjen igen, már, akkor. De hát basszus, nem egy olcsó mulatság. Nem, pedig milyen jó lenne, tényleg az benne lenne a jogsiban. Legalább egyszer ki tudjál menni egy ilyenre. Én soha sokat pályok, voltam tényleg megnézed. Forgatni. Jó én nem ott lepülsz meg először, tehát leesik az első hó, érted, újonc vagy, rutintalan, és ez nem ott fogsz először meglepődni, hogy úristen, így pörög igen, az autó. Igen, ilyeneket is élményed. Tudok, de jó. Igen, majd rájössz például, hogy padlóféknél hiába csűröd alá, egyenesen megy tovább az autó, ugye? Ugye tehát, hogy azért nagy. Ezek nagy tapasztalások, és ha felengeded a féket, akkor gyorsan elfordul arra, mert ijegységben elkaptad a kormányt. Ezeket nem árt megtanulni, hogy ha csúszik az autó, ne fékezzél, hanem inkább kormányozzál, mert például ott sok minden változhat. Szóval élvezte, jó van. Ez jó volt. Aztán még tegnap elmentünk egy kicsit kirándogatni, még Ozarára, megnéztük a várat X egyszerre. Nagyon szép, évről évre egyre szebb, úgyhogy ebben csillagoség és időben azért mindenképpen érdemes volt elmenni. Láttuk a fesztiválnak a főbejáratát is, a közelben. És még nem volt mentünk még be. Igen, még voltak még öten. Hatan még táncoltak a csillagcsátorba. Igen, és fura módon ők hallották az elét. Igen. Karácsony, jamáj. Gyerekek, fél éve vége van Ozarának, és fél év múlva lesz a következő, úgyhogy takarodjatok, hát a jó, most már ide lenne azzal menni, lesz gonyogni. Hát öltöni. Iszületesen nyomták két kukás mellényben, izében. Rikító, nem tudom mivel a kezükben. Hát ők a nagy parti arcok. Az igen. Átvitték a telet, akkor azok. Jó kis Ozora, de jó is az. Jól van, hát már egyébként nem tudok más mesélni, én sem, minden oké volt. Lebarnultunk, szép idő volt, ha marad a jó idő, akkor nök pláne. Pláne örülünk, de már láttam azért már jön a bőjt, mert hétvégén már csak éjszaka 6, nappal 10, tehát hogy szombat-vasárra már kapunk. Igen? Persze, bosszút áll az időjárás. Ezt nektek most kicsit megmutattam, milyen a tavasz, úgyhogy hétvégére rossz idő. Odaverj 17 fokkal állítólag. Igen. Mi volt még? Mihály Szorbit nem láttam, csak olvastam. Ugye, nagyon nagy ügyesen, dolog. Nagyon helyes. Dupla dobogó gyerekek. Hát azért mindenképpen tapsoljuk meg. Mihály Szorbi. Zseniális. Lehet, hogy fölhívjuk, ha ma elérjük. Nem tudom, hogy tudunk-e vele beszélni, mert nem volt így leszervezve, de megpróbálunk rácsörögni, majd mondtam a Vikinek, hogy hívjuk, mert hát egy rövid gratulálással, azért dupla dobogóval, ahogy Ári Hondával nyitni a szezont, az nagyon-nagyon szép. Ha valaki feltette magában a kérdést, ami nyilván egy ilyen költői kérdés, az előmi listáját tekintve, vagy ismerve, hogy megérdemli-e a Ári Hondát, hát akkor igen, nincs kérdés. Abszolút nincs meg, több, igen. Nincs egy, több kérdés. Egy rohadt citroen van elől, én nem tudom, mit csinálnak ezek a franciák, de komolyan mondom, én pedig tudod, mit szoktam mondani, nem tudnak más csak zabálni, meg bujálkodni. Igen, és olyan autót építettek, hogy mi citroen, hát tényleg? Két bujálkodás közben. Valami mondom, hát egy Honda, egy Citroen. Hát ezért ilyen világban akarunk mi élni? Nem akarunk, nem, hol egy Citroen vezeti a túrautó. Kicsit én akarok, én szeretem őket. Hát most legyen egy japán autó, legyen német, bármi, de egy francia autó vezesse a világbajnokságot, hát ezt nem is értettem, úgyhogy megkérdezzük Mihalis Norbit, mit csináltak ezek a csillelvő fiúk, hogy egy Citroen van elől. Mindenben cseréljünk velük, jó? Mi legyünk legelől, és mi bujálkodjunk és zabáljunk. Zabálni, csak ezt tudják. Na, szóval, hogy felhívjuk Norbit. Volt-e még más sportesemény, ami említésre méltó esetleg hétvégén? Én Forma 1-et hónapok óta nem nézek már. Állítólag jó volt, izgi volt. Most nem láttam. Néztem. Nem. Én sem nézem.
illetve Gyoko átsétált mindenki megint, de hát ez már nem meglepetés. Hát ez már, igen, ez már nem ír, ez már lassan meg se írják. Lassan meg se írják. Embered az elképesztő. Elképesztő. Mit csinál? Én már meg se néztem a döntőt. Embered. Embered. Sajnos te embered, igen, de majd most Monte Carlo-ba. Barcát elpopsista a Real. A nagyobb készpénzösszeget akartam feltenni a Barcára, mert egy barát azt mondta, hogy tuti Barca. És ő nem barát, ő ellenség. Elment, törölt ki a számát. Elment vásárolni, és a maradékot földobta Tipmicén a Barcára, és mondta, hogy figyelj, most úgy valahogy én is azt érzem, hogy most úgy megint újra megjátszanám. Olvastam, hogy mi 2-1. Igen. Fél időben még néztem, ott 0-0 volt. Belenéztem a... Altattak addig. Picit önmagukhoz képest nyilván nem voltak túlságosan jók, sem nagy meglepetés. Meglepetés, mert azért a Barca nagyobb esélyese volt ennek a találkozónak. De hát akkor jó, hogy nem. Jó, hogy nem tettem. Na, nézzük gyorsan, mit ér a hallgatóink ilyen korán reggel, fél hét előtt néhány perccel. Bemondanátok, hogy melyik jelmezek nyertek? Hát éve ezeket már elmondtuk. Nem sorolnánk fel az összeset. Igen, de menj fel vissza a Facebookra, Instára. Látod is őket. Vannak fotók, majd lehet, hogy nyertes is hívjuk, hogy milyen volt a birminghami koncert. Én hallgattam a Rolit. Roliba kétszer beleakadtam, egyszer a frankfurti repülőtérről, mámorosan itt a se jelentkezett be, hogy már itt vagyunk, és mindjárt megyünk tovább, utána Birminghamből valahonnan valami szálloda haljából, és indulunk a Zadért. Szegények, ilyen rövid távol, és át kellett szállni? Nincs közvetlen, nincs közvetlen Birmingham? Ja, és akkor már izéből? Persze, egyszer, de szerintem ma ott is valamit talált a repülőgépen, ami fogyasztható, ja, és alkoholos. imádtam, és pörgött, és ott vízé, itt vagyunk, és a hallgatók. Elszapogatott egy frissítőkendőt. Hát, amiből ki lehet csavarni valami alkoholosat, az meg volt. Hadd Dianás cukrot a leszállásnál rámar, tudod, a csomagra. Azt mondja, a Fradi a bajnok. Letapsoljuk meg őket is, a Fradi a bajnok. Hát, jó, mi mindenkinek örülünk, annyira nem nézünk magyar futballt, hogy most azt írtátok volna, hogy nem tudom, a Bicske a bajnok, én azt is elhiszem. Uh-huh. Tehát, hogy bármit, Karcagot is tényleg. Tehát, Fradi bajnok lett? Persze. Hát elég jól kezdték az évet, aztán jól folytatták, és most jól is végezték. Tehát végig vezettek gyakorlatilag. Megérdemlik, akkor gratulálunk nekik. Azt mondja, hogy balesetmentes az M7-es Zágráb felé a 120-as kilométer kőig, a többit majd később. Igen, félreálltam SMS-t írni, Szatyikám, drága vagy. Rendes. Köszönjük szépen. Van, aki már írja, hogy nyitná a fekete-fehéret a héten, hát erre minden lehetőség meg is van. Azt mondja, hogy Slash meg Axel Rózsi együtt. Ja, tényleg, hát bizony. Ezt azért erről se feledkezzünk meg, volt az első ilyen kisebb, hát mondhatni zárt körül, mert ugye azt mondjuk, hogy igen, 500 fős a hely, de csak 250-en voltak be, Rubadur. Nem engedték be őket, igen. Nem engedték be őket, és állítólag elég jól lett, megtiltották mindenkinek, hogy fénykép, meg filmfelvételek, meg videók készüljenek, természetesen állítólag azt mondják, hogy a cowgirlök, meg a barátnők, meg az oldalbordák. Ja, én azért fölveszem. Igen. Okosba. Okosba felvették, úgyhogy. De jó volt látni. Welcome to the jungle-ra nyitottak, lehozta az Index a setlistet, hogy mit nyomtak. Úgyhogy hát azért az. És azért trubadur, mert ugye ott zenéltek először 25 vagy 30 évvel ezelőtt. $10 is volt a jegy, ugyanannyi, mint amennyi annak idején volt. Atya Isten, Slash állítólag egész végig rossz kedvű volt, azt lehetett olvasni, nem kommunikált Axel nagyon jó kedvű volt, fölállt, énekelt. Ez volt életében jó kedvű, hát semmit nem láttál belőle soha. Hogy igen, valamikor egy kis mögött volt, hogy egyszer jó kedvű. Volt, hogy valaki látta mosolyogni. Egy kicsit mosolyogott, de állítólag most nem is kommunikált annyira az Axel, hogy mindenki azt nézte, hogy az ő viszonyuk milyen, és a 2 órás késéshez képest csak 1 órát késtek. Viszont azt írták a jegyre, hogy valamikor 11 után, ha kezdés. Igen, egész korrekt, feltételes mód. Igen, de mondta az Axel, hogy írjuk rá 11, mint azt lesz, ne, Axel, ismerünk, ne, írjuk rá, hogy valamikor 11 után majd te hajlandó vagy kijönni az öltöződből. És gánszos időintervallumban ez az 1 óra egész kevés. Tehát egész emberi időben elkezdték. Nyomtak egy-két ilyen feldolgozást, vagy hát más a Chinese albumról is játszottak. A Chinese-ről is, igen. Szóval azért az ilyenkor az ember sajnálja, hogy nem az internetben él, nem? Egy darabig nem fogjuk őket látni. Azt mondják, hogy most egy nem gyenge stadion koncert turné lesz Észak-Amerikában, és tényleg, ahogy mondják, hogy jó formában fel tudott állni például az egyik kontrolládára is, mert kibírta ellenére is. Mondjuk azért elég összerakhatta volna magát, vagy egy személyi edző azért, hogy lássuk. Jó, nem kell más Mandex gatyába, de azért a felvételre látszik, hogy... Na igen. És bejön a kis gömböc, tudom. Mit játszott a babos párosban, gyerekek? Azt mondjátok meg nekem. Nem tudom.
Mert hogy döntőt játszott ezre szállt év. Igen, azért az nagyon nagy dolog. Meg. Miért is tapsoljuk meg? Már döntőjén is jött. Tapsoljuk meg őt is, mindjárt megnézem, mert én láttam tegnap, hogy döntőt játszanak, kikaptak sajnos. Dekár, Dekár ezres VTL döntőt játszottak, azért az nagy dolog. Na, mutatjuk gyorsan, mivel foglalkoztunk tegnap előtt, még belefér. Itt voltak ugye vendégeink Brigi és Krisztián, akik hát 152 kilométert futottak a Börzsönyben. Miközben Feri ugye kint tartotta a frontot a vodaüzletben, és válogatta a jelmezeket, nekünk közben vendégeink voltak. Szeretünk olyan embereket meghívni, akiknek a teljesítménye azért hát egyrészt tiszteletre méltó, másrészt erőt hat azoknak, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak. Ők lefutották a kört, több mint egy napon keresztül tették meg ezt a 152 kilométeres távot, 7000 méteres szintkülönbséggel, hát teljesen. Kúszás, mászás, patakban ivás. Teljesen nonsens emberi fejjel, és egy nagyon jó hangulatú kis beszélgetés volt, úgyhogy ennek most a zanzásított kis részét megmutatjuk, aztán már nem jövünk vissza, Ákos jön a hírekkel, úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk majd az ismétlés és a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ákos, köszi, 3:47, jó volt, pontosan 3 perccel, őrületesen jó volt. Tapsoljuk meg. Tapsoljuk meg, ma mindenkit megtapsolunk, gyerekek. Szép volt, nagy Ákos. Volt. Magasra tette nagyon a lécet. Így van, na, hol tartunk, mi újság? Mindenki jól van? Mindenki jól van. Persze. Ez még ilyen összeszokó fázis. Zsűr mindig ilyen, de most jól van. Tessék? Elfejtettem. Ugyanígy van rosszul is, így, tudod? Pontosan így van. Így, így. Elfejtettem pendrive-ot hozni neked, Zsűr, akartam egy pendrive-ot hozni. De aranyos, látod, hétfő reggeli ajándék. A hétfő reggel ajándék egy pendrive. Egy pendrive. Egy pendrive. Adjak neked egy kis feladatot, de sajnos elfelejtettem. A kockácsok is mire körülnek. Pendrive, plexi. Azt mondja, hogy ma indul az új Trafipax reggel 7 vagy 8 körül, erről is beszélhetnétek, Bandi voltam. Aha. Most képzeld el. Már beszéltünk is. Már tapsoljuk beszéltünk meg! Is. Tapsoljuk meg, ma indulunk! Mit tapsolt rajta? Mi? Egyébként holnap indul, azt mondja az Ákos. Mondd Ákos? Holnap indul, de egyébként jár a taps, tehát. Ne bonyolítsd. Ma mindenkinek örülünk. Holnap indul, holnap a gatyánkat kifizetjük? Igen. Most jelen? Gyorsan beütöttem, és mindenhol 5-ét írnak. Úgyhogy én azt holnap. Én most kaptam büntetést az autópálya felügyelettől, úgyhogy... Mi? Nem miért? Volt matricád? Elnéztem egy matricás dolgot. Nem, egy ideje nem fizetett bírságot, és már annyira megszűnt. Elnéztem egy matricás dolgot, úgy megvártak 15 000-re, mint a húzat. Azért nem kevés egyébként. Egy, és hiába akarsz pótolni. És felhívják a figyelmedet arra, hogy nagyon gyorsan fizess be, mert 60 000-re nő. 15-ről 60 000? 15 000-ről 60 000-re nő a következő. Az. Van egy bizonyos időintervallum, hogy befizess, de ilyen büntetési tétet nem láttam, hogy egyébként 3000 forint lenne a matrica, és ugye akkor ez a 200-szorosa a büntetés, nem? A 60 000? Hát a... Nem, 20-szorosa. Ja, de akkor az na, de akkor is. Na, de milyen büntetési tétel az, hogy a szabálysértéshez képest 20-szorosát fizeted, de egyelőre csak 15. Aha. Ott se ugye ismerte valaki a szorzótáblát. Igen, ahogy én sem. Valaki azt mondja, akkor legyen kétszeresen. 60 000! Az nem kétszeresen, mindig igen. Maradjon. Szatyi úton van, tapsot neki, írja Szatyi. Ez az! Jó, Szatyi! Légy szíves, engem is tapsoljatok meg, írja Peti. Megérdemel. Ferinek is egy tapsot, mert futott Velencém. Ez az! Mindenkit megtapsolunk, az új játékost is, aki már itt is van. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Na, most szignál nélkül kerültél adásba, hogy a tapsra egyből rágyere. Jó reggel, ciao. Hello, sziasztok. Attila, honnan hívtál minket? Debrecenből. De szépen! Királyhely! Nagy templom! Hey! Hey! Attila, milyen volt a hétvégét? Jó. Jó volt? Jó volt. Aha, jó idő volt. Hát azt tudom, de hogy te mit csináltál? Hát dolgoztam. Na, majd akkor erről köszönöm. Többet a játékban megtudunk, jó? Oké. Okay. Attikám, kivel játszanám? Veled. Igen? Aha. Biztos? De ti? 100%. 100%. Hát akkor indítsuk el, Jani. Titua! Fejön. De iszki ez a zene. Itt vagy, haló? Itt vagyok. Szia Balázs. Szia Attila. Te vagy az? Én vagyok. Na, mit csináltál? Én vagyok. Mit csináltál hétvégén? Kerti munkát. Kertész vagy? Kerítésépítés volt a hétvégén. Kerítésépítés. A betyárját. Bizony. A határon? Halom, megbüntettek? Megbüntettek, 15 000-re megbüntetett az autópálya felügyelet. Képzeld el, hát hallottál már ilyet? És ki fizeted? Csupi, van ilyen? Peka. Ki kell fizetni, persze.
Hát hogy ne fizetném ki? Hát 60 ezer a következő, úgyhogy gyorsan be kell fizetni, azt hiszem 15 napom van. Téged szoktak megbüntetni? Volt Álmán példa. Tényleg? Na mesélj, mi történt? Volt. Hát biztonsági telefon. Telefonáltál? Hát ebédet szállítok aztán. És a biztonságjövel mi volt? A biztonsági az nem volt rendben. Áááá, basszus. Aha, Leo, Sanyi 40. Na jó. Behúztad. Mondjuk viszonylag lassan ért oda a hang. Igen, volt egy 5 másodperc alvás. Igen, biztonságjövel mi történik? Pont ez lett volna a csel, azt hittem ráfut, hogy nem volt bekötve. Ugye? Erre akartam, és rá is futottál, de megadjuk az ajándékcsomagot, jó? Megkapom. Meg. Így van, megkapod. Nagyon jó gyerekek vagytok. Igyekeztünk. Nagyon jó gyerekek. Igyekeztünk, megérdemel. Képzeljétek, már most lassan a feleségemnek az idegeire is megyek, mert lassan 2 hónapja hallgatom vissza YouTube-on az összes adásotokat, amióta elkezdtétek. 2 hónapja? De akkor milyen napi hányat hallgatsz meg? 3? Rengeteget. Atya Isten. Akkor egész nap szólunk. Egész nap ez megy. Aha. Egész nap szólunk. Atya, hát ennek mi örülünk, ha valaki reggel hallgat minket élőben, ha visszahallgatjátok, ha a podcasteken, a YouTube-on, bárhol, Morning Show-on, bárhol, ahol vissza tudtok bennünket hallgatni, mi annak is örülünk. Mindenhol. És nem vagy. Hát nem vagytok normálisak amúgy. Ha visszaolvassátok NMHH-s jegyzőkönyvekből, annak is örülünk. Bárhonnan ott mindent tudnak. Atikám, ezt már a jó anyáink is elmondták sokszor, hogy nem vagyunk normálisak. Tényleg. Nem vagytok normálisak, komolyan. Hányszor hallottuk. Igen, hányszor hallottuk ezt. Köszi a játékot. Én is köszönöm a csomagot. Ügyes vagy. Szia. Ciao. Hello. Vegyél éves matricát, gyökér. Így van. Éves matricát. Köszönjük. Hogy nyers vagy és őszinte. Igen, köszönöm szépen. Egyébként tényleg mindig megfogadom, mert ennek az árából most már pontot lennék. Igen, lassan. Lassan, minden évben játszom ezt. Minden évben játszom. Na jó van. 5 perc van pontosan 7 óra. Várunk friss közlekedési híreket. Mi pedig jövünk a hírek után. Kicsi lány, oh, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi legó. Mondom, mi a szitu, te lány, én meg fiú. Ma nézom. Kicsi lány, oh, szia, hello. Álljunk össze, mint két kicsi legó. Összefem hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi elég hallottuk már ezt a számot? Bizony, igen, csak az íze, volt. Csak az íze véget. És most is jön egy kihagyás. Pont arra gondoltam, hogy ezt most egyszer így meghallgattuk, és most tök jó, hogy újra 3 évig nem kell hallgatni. Tehát zeneileg ez elképesztő. Tehát ez így 3 perc alatt 2 Commodore játékból összerakták a Florid, de a szöveg, meg az egészek, a hangulat, amit árasz, az nagyon jó, meg nagyon kedves. Tudod, milyen ez a szám? Ez olyan, mint a török mész, hogy így időről időre mindig így felgerjed benne a vágy, hogy egyél belőle, de amikor eszel belőle, akkor utána 5-10 évig nem akarsz belőle, aztán megint 5-10 év szünet. Kb. Ez. Igen, most meghallgattad, és most kész. Ilyen a Biolex kedvesem című dala is, nem? Igen. Nem, de én bírom, hogy meghalom, és kicsit jobb kedvem lesz tőle, de utána megint eltelek tőle, vagy eltelítődöm tőle, és nem akarom hallani az utána. Az Asafavidan. Na, az is. Nem, tévedtem, mert azt nem szeretném meghallgatni többször. A férfi hangú nőt, vagy női hangú férfit? Ő egy pasi, ugye? Igen. És női hangon énekel. Igen. És nagyon jó előadó. Nagyon jó előadó, de én a hangját azt nagyon nem szeretem. És a gyerek meg imádja. Asaf Avidant hallgat a gyerek? Igen. Jézus, de azt a gyávogos kornyikálósat? Mi történt? Azt kedveli. Egy rocker családban, ahol anyu is, érted, imádja, apu is a rockot imádja. Nem tudom. És egy Asaf Avidant. Ez pont a lázadás, ez pont erről szól. Tehát amit a szülők hallgatnak, szeretnek, ugye te se bizottságot hallgatsz már, meg nem tudom, mert ugye azt hallottad sokáig, évekig szólni, és ezért pont ellenem ész, és valami egészen mást hallgatsz inkább, sokkal szívesen. Hát. És a legnagyobb rockerek gyerekei lesznek a legnagyobb Asaf Avidan rajongók, nem sokára. Néha én se értem, hogy ki porraszta be azt a bibét, basszus. Ha azt akarom, hogy majd rockot hallgasson a gyerek, akkor én most hallgassak Asaf Avidant? Akkor te most hallgassál Asaf Avidant, utáltasd meg. Hogy normális zenéket hallgasson.
Nagyon gyerek rokkotva hallgatni. Így van. Igen. Így van. Jó, csak bírjam ki ezt az egy-két évet a Safavidánnal. Vannak egyébként kivételek. Tehát amikor aztán később ő is a Safavidánt fog hallgatni, mert annyira szeret és tisztel téged. De hát, ha bejön. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy a gyerek hogy lázad egyébként. A gyerek így lázad. Tehát az ellen lázad, amit otthon hallgatni kell. Ha ott állam, megy a rockzene, akkor abból Asaf Avidan. Azt szeretnéd, hogy kornikálása lesz. Hogy a gyerekeid heterok legyenek, Feri? Akkor tudod, mit kell tennem? Hozzád költözöm. Mutass nekik jó példát. Mutass jó példát, és mutass meg, hogy amikor hirtelen rányítok, akkor wap! És akkor a gyerek azt nem fogja csinálni. Lajos bácsi. Na de Lajos bácsi. Szóval, hogy igen, nem szabad a gyereknek erőltetni valamit, mert azzal valószínű, hogy szembe megy. A vegák gyerekei lesznek a legnagyobb húzzabálók, a rockzenét hallgatók lesznek a legnagyobb Asaf Avidan rajongók, hát ez vigyázni kell. Uh-huh. És a legnagyobb húsevőké meg vega lesz? Hát az is lehet, igen. Azt mondja, hogy ő nem akar. Tagadlak. Mi például ezt nem is erőltetjük. Majd, hogyha esetleg úgy dönt, vagy magától jön az ingerület, akkor majd. De egyébként most találtunk egy ilyen jó kis amerikai hamburgerezőt, Cecén, Ozorára a menet, és hát a Virág egy hatalmas húsos hamburger tolt be. De te szádból ez az Ozora, az annyira vicces, mint egy répartiba látnálak, nem tudom, valahol az elkülön. Igen, mondjuk az Ozoraiak, nem biztos, hogy örülnek neki. Ők inkább örülnének neki, hogyha ha a vár miatt, meg a környezet miatt lenne híres a hely, de nyilván azért jó a fesztivál is. Sok kedves ember elmegy oda. Hát hogy ne? Érzik magukat, jó sok pénzt költenek. Csak ez deszádból az, hogy Ozora, ez olyan, mintha én azt mondom, hogy gyerekek, Moby Dick koncerten voltam a hétvégén, nem? Vagy, te tényleg, gyerekek, megyek, mert lesz Akel a farkas farsanga, nem tudom, a Vigvamban. Nem, hanem a komáromi erődben sétáltam. Igen, sétáltunk egyet hétvégén a családdal a komáromi erődben. És onnan... képzeljétek el, az oldalfalak aláfaladása a 18. században. Igen, a te szádból az Ozora az valami elképesztő hülye. Ozorai Pipó, azt mondja, az valami Deep House? Nem, ő Zsigmond királynak volt az egyik hadvezér. Igen? Elképesztő. Érdekes. Láttátok a Viva Retrót hétvégén? Én belenéztem, pont elkaptam magunkat. Hát agyfőbe minket ismételtek. Hát én nem tudom, hogy a Viva Retro nap abból áll, hogy a Fasír című műsort, amit jelen készített János, fél óránként leadják. Ez volt a Viva Retro nap. Nálunk ment egész este a Viva, mert írtak többen, mi vagyunk. De én nem láttam más retro felvételt nagyon, csak fél óránként azt a műsort. Azért az jó, hogy... Hát aki megmaradt. Amit mi forgattunk, ugye, ahol mi nagyon mélyen beszélgettünk, még nem tudom már miről. Még mindig nincs alternatívánk. Egy év távlatából sem. Annyira megörültem neki, haverjai meg ismerősök küldözgették, hogy te vagy a Viván, és kifotózták az adásból, ahogy Janival ülünk, te brutális ilyen női nemi szerb szájjal, egy olyan körszakára szerkezett. Igen, a hosszú hajas volt? Nem, az már rövid hajas volt, viszont akkor azért nem tartottam be nagyon az arányokat így az arcomon szőrzetileg. Úristen, volt, mint hogy kikandikált volna a szám egy szín a kazalból. Igen, mint úgy néztem ki. Megettél volna, tényleg nem. Igen, vagy téged evett volna meg valaki. Igen, a fiatal kövér László csak vele akart fotózkodni. Döbbenet volt, én meg mindenféle arcőr nélkül, és ez ment a Viván. Ez és volt miről szólt a műsor? Én nem ismerem ezt. Arra már én sem emlékszem, mert lehalkítva néztük. Arra gyerek sokkot kapott a látványtól, és nem akart elhinni, és azért lehalkítottuk. Én nem tudom már, miről beszéltünk, nyilván hülyültünk. Tehát kitaláltunk el egy műfajt, ez volt a nonkonformista talk show, és gyakorlatilag egy lőrinci proli konyhát építettük fel. Nagyon jó volt a díszletesünk, illetve a művészeti vezetője a Vivának, vagy a Z Plusznak, akkor nagyon-nagyon kreatív volt, mert egy az egybe hozott mindent be a stúdióba, amit kértem tőle. Hengerelt fal, lavor, hogy hívják, kis fiokos, kis, hogy hívják, székecske, szappan, türcsi, falvédő, ha az urat szereti, jó ebédet főzneki kategória, viaszos vászonvasztal terült, és mindig volt friss kenyér, friss kolbász, friss szalonna, és azt toltuk. És gyakorlatilag úgy beszélgetünk egymással, hogy végig zabáltuk az egészet. Emlékszem, hogy a beszélgetésű miről szólt egyébként? Semmiről, valószínűleg semmi. Az ég egyet a világon semmiről. Igen. Feró nagyon jól érezte magát, emlékszem. Ő lakta be talán a leggyorsabban a helyet. Bejött, 2 perc múlva már hívják. Igen, már hogy hívják. Egy falat szalonra, egy felé, új hagyba. Az is mindig volt. Egy savanyúság. Fú, jó volt. Na, azt írja nekünk egy hallgató, már föl is hívjuk, hogy drága Morning Show, köszönjük szépen a felejthetetlen hétvégét és a csodás koncertet. De szép jó! Napot, szép napot, Kréta. Ugye akkor ő valószínűleg az egyik hallgatónk, aki kint volt a birminghami Adele koncerten. Csak egy mondat erejéig csörögjünk rá, hát a fölveszi, nem számít ránk, mert nem volt előre lebeszélve. Csak hogy milyen volt Adele, milyen volt a koncert,
Mesélje nekünk. Hogy le kellett-e venni a jelmezt, vagy abban voltál végig. Igen, vagy telefonfülke voltál végig, vagy nem tudom, krétának öltözve kellett bemenni a koncertre. Átment este Roli. Abban biztos lehet, ezt meg se kérdezd. Hát a Roli milyen mázista, azért kiment egy ilyen Adele Birmingham-i Adele koncertre, hát azért az... Hát... Azért az jó. Jó volt. És hallgatókkal barátkozni, beszélgetni, uh-huh. és koncert. Bizony. Ugye pénteken a Feri egy Vodaboltból jelentkezett, és aki ugye beöltözött és megjelentett valamelyik országot, az elmehetett Birminghambe egy Adele koncertre. Itt van Rebeka vonalban. Hello Rebeka, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Szia. Hello Rebeka. Na, te mivel nyertél Rebeka, vagy kit nyert pénteken? Hát én voltam a Kréta. Te voltál a Kréta, akkor te voltál az első, aki megkaptad az Adél jegyet. Uh-huh. Na, és mesélj egy kicsit, milyen volt kint? Hát felejthetetlen volt, az biztos. A szervezés meg minden, hát egyszerűen elképesztő volt. És én igazából nem vagyok egy nagy Adél fan, vagyis hát nem voltam eddig, de hát az a koncert hát valami eszméletlen volt. Tényleg? Igen, az a nő, ahogy énekel, és a kislábujjától a feje tetejét, ahogy beleéli magát, hát valami elképesztő volt. Nem aludtatok el a sok lassú számban? Mert neki azért van egy csomó, vagy fölpörgették a bulit? Hát igazából nem volt lehetőségünk úgymond elaludni, mert az egész közönség hiába ülőhely volt, folyton felállt és táncoltak, és minden úgy, hogy hatalmas buli volt az egész, inkább ilyen pörgős számok voltak, persze volt egy-két meghatóbb rész is. Igen, hát ő azért sok lassú dalt énekel, meg beszél nagyon sokat a közönségéhez, meg kommunikál rettenetesen sokat, tehát nagyon helyesen koncertezik ő egyébként, ezt sokan mondják. Igen, nagyon. Csúcsik teltház? Teljesen, igen. Teljes. Na és jó volt az út, a szálloda, minden, a csapat, akikkel mentetek, rendben volt? Igen, a csapat nagyon aranyos volt, mindenki, a kísérők is, a szálloda, az is teljesen nagyon szuper volt. Hát ugye nem nagyon volt lehetőségünk aludni így már egy pár napja, úgyhogy ez az egy hátulütője volt, de nagyon jó volt minden. Hát igen, ezt mondtuk, hogy ez egy gyors látogatás lesz, tehát jöttök, mentek, ott vagytok, koncert, szálloda, repülő, vissza, átszállás, tehát ez egy erőltetett menet, de közben viszont nagyon jó. Hát igen, megérte, az biztos. Jól van, te kit vittél? A páromat. A párodat, együtt mentetek. Aha, de klassz. Na, a párodat, Rolit. Igen, kérdezi Roli, mindenhol családtag tudod, mindenhol elintéztél. Tudjam. Jó fej volt Roli. Igen, vállalható volt. Persze. Aha. A repülőd nem kellett legumipókozni a hátsó ülésbe, úgyhogy kipeckelt szájjal utazza azt az egy órát, nem tudom, más felett Birminghambe vagy Frankfurtba, nem volt ilyen? Nem, már magától is beállt ez a helyzet. Magától? Tehát Roli? Hát egy kis eszközök segítségével. Mit csinált? Várjál, nem értem. Tehát egy kis alkoholos. Ah, jó, hát az viszik, milyen meglepő. Ilyen meglepő, hogy a Roliról egy hallgató, azt mondja, hogy részeg volt. Igen, ő angulatfelelős, bárhol van, ő hozza. Ez abszolút megbízható. Igen, az biztos. Igen, ami Szani Rolandunk. Jól van. Oké, na hát örülünk, hogy jól éreztétek magatokat, örülünk, hogy ott voltál pénteken, és hát azt meg pláne jó hallani, hogy jó volt maga a koncert is, úgyhogy remek hétvégét szereztünk sok-sok hallgatónak. Igen, még egyszer nagyon szépen köszönjük, ez hát, tényleg felejthetetlen volt. Magatoknak köszönjétek, odajöttetek, beöltöztetek, vállaltátok a kihívást, úgyhogy megérdemlitek mindenki, akik jutott, meg hát akik nem, ők is megérdemelték volna, tényleg mindenki. Igen. Rebeka, puszi, köszönjük neked. Én is köszönöm, szép napot. Ciao, hello. Sziasztok. Hello. Na, ez tőle megkérdezték, hogy akar-e bármelyikünk menni idén a nevetekben, ezt lemondtam. Mi van? Én ezt lemondtam a nevetekben. Te tényleg? Igen, mert hogy megkérdeztél egy Adél koncertről. Nagyon, igen, mert mondtam, hogy én úgyse tudok menni, és akkor viszont szívjatok, ti sem menjetek. Nem. Oda jött a tiker hozzám, hogy... Ezt most tényleg komolyan mondod? Mondom, mert mondta, hogy megy velük egy műsorvezető is, tudod, én meg azonnal. De mondom, hát és akkor ki megy, tudod, egy kicsit. Mondtad, hogy Roli. Nem, kérdeztem én, hogy de ki megy. És akkor akartok menni? Kérdezi a titusz tőlem. És mondom, hogy nem, szerintem fiúk úgyse, úgyhogy menjen, aki akar. És akkor így ezzel a mondattal. Én nem, akkor senki sem. De most te tényleg nem mondtál egy... Ne tapsoljuk meg! Igen. Hát ez a munkai kicseszés legnagyobbika. Aztán éhes lettem, és arra gondoltam, hogy elmegyek enni valamit, és mire visszajöttem, már elfelejtettem elmondani. Aha, ugyatok. Személy. Jól laktam a francia salátában. Na, mindegy, hát ez van akkor. Jó van. A beszélgetés így hangzott, hogy mi egyébként mennének a fiúk? Hát szerintem nem. Oké. De most itt ülünk minden reggel, és nem tudsz ennyit megtenni, hogy megkérdezed, hogy... Másnapra elfelejtettem. Aha. Elfelejtettem már, hogy lemondtam, mert nekem ezt én simán lemondok egyet, és el is felejtem. Hát, mi van mert a titulszal nem csodálkozunk, tehát, hogy... minden átmegy rajtam, amit mond. Igen.
hogy oda jön és téged kérdez meg, hogy mi akarunk-e menni. De nem baj. Nem úgy kérdez, hogy a Jani és a Feri akar menni, hanem hogy ti úgy akarnátok, vagy úgy mennek közületek valaki. És mondtam, hogy. Ja, mondjuk úgy kérdez meg mindenkit, hogy reméli, hogy a válasz nem lesz. Nem, most egyébként nem, most ebben a békától egész hétvégén, hogy nem tudtunk volna kimenni egy izére, egy Adélra. De tudtatok volna. Jaj, nem már! Kedves egészségedre, hogy váljon bele a válasz, a béka egészségedre. Ő szereti Adélt, érted? Hát ő szereti Adélt. Ugye vagyok, hogy elmondtam, nem kellett volna? Jobb, ha nem tudtátok volna. Nem csak féltem, hogy ezt most nehogy elmondja itt valaki a folyosón, hogy miért nem ti mentetek? Ezt valaki megkérdezi 10 után, az nekem kellemetlen. Inkább tudjátok meg tőlem adásba. Ezt én lemondtam. Isten vágjak hozzá. Hol voltatok? Gártonyba? Ozorán, az se rossz, nem? Nagyon jó volt, persze, a Velence is csodálatos, de ugye... Azt hittem, nem tudtok menni, bocs, hát most... Egyszer kérdezzük már meg Feri, hogy miről maradtunk le az elmúlt X évben. Csak azért nem jutott el hozzánk az info. Egy csomó programot lemondok, mert szerintem ti se tudnátok menni. Nekem meg nincs kedvem. Én nem szeretem Adélt. De hát mindegy, majd lehetőzött. Ne arrogudjatok. Hát csak igazad van. Már nem vagyunk barátok. Hát ezután! Basszus, nem? Hát megalapoztad a jövőt. Komolyan így vagy. Bocs, fiúk. Nem baj. Nem érdekes. Te mekkora gyökér vagy, már nem hittem volna, hogy ki tudtok menni úgy. Nem, hát nem, nem tudtuk volna nem kell már útlevél, tudod? Tehát, ha azon gondolkodt, hogy biztos nincs útlevelük a srácoknak, már oda nem kell. Bocs, fiúk. Nem ment volna, mert mennünk kellett vásárolni a szem. De miért nem szóltatok, hogy mennétek? Mert nem tudtuk, hogy van. Most de hát szóljátok, hogy Bali menni, és akkor majd mondom. Jó. Akkor nem tudom, hogy mi lesz a következő felajánlás. Mennénk. Tehát nem tudjuk hova, de mennénk. Tessék előre szólni, ez nem egy, kis dedóvó, ez nem óvoda, hogy itt majd itt megtalál lehetőség. Tessék előre leadni a jelentkezést, hogy Bali mennénk. Hogy nem találtuk ki előre, hogy fel fogják nekünk ajánlani, hogy menjünk, és aki korán kell, érted? Hát tessék előre szólni. Ébredjünk, szóljunk, zsizsegjünk, nyomuljunk, és akkor megnézzük, hogy mi Jó, de az is lehet azért, hogy te is gondolsz erre, hogy ha valamit ajánlanak Hármunknak, akkor azt átadod. Én lefuttattam ezt, mondom, Jani Birmingham, nem, Feri, biztos van valami, nem kolbász, vagy nem tudom, süt valamit, hogy valami, hát nem, van Titusz, hagyd menjen nyugodtan valaki. És akkor így letaroli. Viszont egy kis tehát. Kedves egészségedre. Maria végén nyelvő szöveget, aztán a beleire. Jó? És égesszük az ánus, amikor kijön belőle. Így van. Ne elhúgyatok. És aztán jöjjön vissza. A szádon. Na! Köszönjük szépen, Vali, tényleg. De meghallgathattátok az élménybeszámolót, tehát az se volt rossz. Olyan sok mindenről nem maradtunk le, hogy hallottam. Na jó, hát most jól énekelt, és jó volt a koncert. És azt is elmondta, hogy ő igazából nem is volt Adél. Na, egy nagyon helyes kis levelet találtunk, és erről szeretnénk egy picit beszélni. Mert szerintem minden gyerekes szülő átérzi annak a levélíró anyukának a sorsát, aki megírta ezt a levelet, mert egy kétségbe esett anyuka kiplakátozta a szentendrei hév környékét, amikor is elhagyták a lányuk valamiért. És a levél baromi helyes, és szerintem akinek gyermeke van, az tudja, hogy ez szörnyű sorscsapás, ha a gyermekednek az imádott játékából egy van, és nem is voltál annyira előrelátó, hogy beszerezzél még egyet. Anyuka leírta, hogy március 15-én, ez egy levél egyébként az egyik hévmegállóban, délután 3 és 4 óra között a Szentendrei hév vonalán a Margit híd és a Csillaghegy között elhagytuk egy kicsi, fekete kartonból készült, várra akasztható táskát, benne egy rózsaszín álommanóval. Annyira cuki egyébként ez a levél, és egy üveggyöngye. Neked semmiség, de egy 4 éves kislánynak nagyon fontos. Írt hozzá telefonszámot, és volt annyira cuki, hogy ő egyébként lerajzolta a gyöngyöt, az álommanót és a táskát is. És én érzem a sorokban a kétségbeesett kiplakátolást, a levél megírását és a minden póznára reménykedve kiragasztását, mert szörnyű az, amikor a gyereknek valami olyan tűnik el, amiből egy van. Pótolhatatlan és a hiánya kezelhetetlen. Ezt azok nem tudják, akiknek nem volt ilyen. Igen. Tehát nincs gyerek. Nálunk a Somának Elie van, így hívják, ez egy elefántszerű lény. Eliui. Egy kis Eliuinkra játszik minden. Egy elefántszerű kis lény, akit ő is szintén, azt hiszem 3 éves volt, amikor valami téli vásárban voltunk kint, nyilván beforralt, borozott anyu és apu, és nem figyeltek úgy a gyerekre, felelőtlen állatok voltunk a Vörösmarty téren, és kihullott a kezéből hazáig, és üvölt és egészen hazáig. A gondos apuka mit csinált? Hát nyilván két elit szerzett be. Előveszed a szekrényt. Várjál! Volt két elit. Volt két elit, de most figyelj, odaadtad elit, gyerek megfogta, megszagolta, kidobta, eldobta a francba, ez nem Eli, ne. Mert a másik Eli már tönkre volt gyúrva. Ja, és kiszúrta. És hiába nézett ki Eli tök ugyanúgy, újkorában a két Eli, az új Eli nem kellett.
nem kellett, és óriás cirkusz. Nem kellett volna venni neki, hanem azt kellett volna mondani neki, hogy, hogy most kislányom, vesd magadra. 3 éves volt. Vesd magadra, mert akkor majd máskor zsebre dugod, mielőtt hozod anyának meg apának azt a 6 pohár forralt bort. És majd nem esik ki a kezedből. Itt van egy telefonszám, rácsörögzül, mert vagyok úgy, hogy lássam. Csak hívjuk föl az anyukát, kérdezzük meg, hogy megvan-e egyébként, mert ő kitette a telefonszámot, nagyon helyes a történet, és én érzem. Érzem a kétségbeesést, és tudom, hogy, hogy milyen az, amikor gyereke szülőként elveszted a gyermeked azon kabala figuráját, amivel a gyerek alszik, amivel kell, amivel nem, aminélkül nem tudsz elindulni, mert a kocsiban rájön, sírva fakad. Hát ez a gyereke szülők tudják, akinek még nincs gyereke, az tényleg csinálja azt, amit a Feri mond. Bármibe beleszeret a gyerek, szúrjátok. Menjetek vissza, és vegyetek még egyet. Évek múlva nem. Hello, morning show! Megköszöntöm egy hangosan. Mondom, milyen gyorsan fölvettem. Bocsánat, hogy a szavába vágtam. Elnézést, hogy hagyjon már szóhoz. Mondom, milyen flott, és fölveszi, és bemutatkozik. Lehet, hogy most hívják egyébként, ahogy hallotta valaki, hogy beszélünk róla, és lehet, hogy érdemes megpróbálni. Próbáljuk meg még egyszer. Csak mint szülő a szülővel szolidaritásképpen, csak hívjuk fel, hogy megvan-e már. És tényleg nagyon helyes, hogy lerajzolta a táskát, a kis álommanót, és amikor a gyerek sír, és a jeges rémület beköltözik a szívedbe, és tudod, hogy egy volt belőle, és vége van, nem és már tudod. Látod az átvirasztott éjszakákat, mert a gyerek nem fog aludni. Igen, megpróbáljuk még egyszer felhívni hátam. Nem, ki van kapcsolva, nem? Már meg is szüntette az előfizetését. Aj, de sajnálom, nekünk is volt ilyen, nekünk egy zsebi nevezetű kis mackónk volt, és hát figyelj, mi is elhagytuk valahol. Először volt egy párnia, amihez nagyon ragaszkodott. A párnia az egy ilyen ronydarab volt, és még mindig azzal alszik, egyébként nagyon szereti. Hónapokat kijártuk azon üzletláncot, ahol mi azt vettük, hogy hát ha megvan, elvittük a ronydarabot is, de mondtak, ez már nincs, nem gyártják, ez nincsen. Rettegve mossuk ki, és visszük mindenhol, hogy nem tűhet el. Bárhonnan kicsekkolunk, bárhonnan nem érdekel, mit hagyunk, ott mondom, az megvan. A másik meg egy maci. Na most a gyereket mi megpróbáltuk szintén átvágni, mert van egy ilyen maci, amit a zsebinek hív, és a Zsófi külföldön dolgozott, a Viki húga, és kiszúrtuk, hogy valahol ez külföldön valami hasonló van, de nem teljesen úgy néz ki. És bejelentettük a gyereknek, hogy a zsebi az eltűnés alatt kicsit megváltozott. Visszatért? De fodrásznál volt. Nem sokára hozza a Zsófi külföldről, megtalált a külföldön. Nem hiszed el, zsiráf! Ő egy medve volt, egy jáborszarvas lett. Rózsaszín volt, barna lett, nem voltak szarvai, 3 szarva lett. Van? És egy szát húz, amiben egy szakállas öreg bácsi ül. Egy piros szakállas dagat bácsi ül benne. Nem, megtalálta ugyanazt a mackót külföldön, és a gyerek évekig lelkibeteg volt. De hosszú évekig, miután eltűnt a zsebije, és még most is emlegeti. És a Zsófi ezt észrevette külföldön. Zsebije egy körülbelül 20 centivel nagyobb, zsebinek egy kicsit mások a tappancsai, meg más a színe. Tehát ez valószínűleg ugyanaz a játék volt. Hálózat, csak kicsit más, nyakában pedig egy hasonló medál van. De más. És Viki elkezdte beadagolni a gyereknek, aki tényleg éveken keresztül keresse ezt a rohadmányos mackot, hogy megtaláltuk. Csak megváltozott. Nem tudom. Ez zsebi. Figyelj, Benni, te is nősz. Hát te is nősz. Ez volt. Te is nősz. Te is nősz. Hát, zsebi is nőtt egy kicsit. Hát mennyi idő eltelt, de zsebi visszajön hozzád. És a gyerek egy ilyen örömmel, vegyes rémülettel csodálkozva, kicsit félszegen nézte zsebit, és nem is tudta igazán azóta sem úgy megszeretni. Tehát nem tudja, tudod, hogy zsebi a szoba egyik sarkában, Benni a másikban, és így nézik egymást. Egy napig csak így ültek, és nézték egymást. Meg nyilván el akarod hinni, hiszen hiányzik, hogy visszatérsz. De hát soha nem felejti azt az estét, amikor az apja meg a barátai részegen rádobták a flekkensütőre. Zsebi. Zsebi. Annyit mondtam a haverjának, nézzétek. Ez milyen? Mi van, hogy az a gyerek bacia volt? A megcsinálta, hogy lefotózta különböző... Na, ez nem ment. Metrón, buszon, nem tudom, hogy zsebi világot jár, hogy jön haza, hogy a gyereket lélekbe felkészítsük, és zsebi nagyon megváltozott, más lett a bőrszíne, nagyon sokat volt napot, és meg is nőtt a sok D-vitamin dolog, a másik országban éri, de nem volt már az a szerelem, és nem volt az a szeretet, mert a gyerek valahol tudta, hogy ez hogy van. És
Hát van, a gyerekes szülők szerintem ismerik ezt az életérzést, hát, nem? Az első mond, mikor már egy éve az összes babatápszer rajta van, a nyár rajta van, már ki akarod mosni. A pannánál egy hétig imádkoztuk ki a maciát, leült a mosógép elé a tudom, gyerek. Tudom, és nem engedik és így nézi, hogy kicsit van keresztül. És cigány kerekezett, mert mindig szemmel különtetős. És mindig ugye, igen, és nézte, és egy hétig szerint imádkozott ki a kezébe, hogy kicsim, csak egyszer hagyd mossuk ki, mert undorító, mert nyálas, mert tápszer. És 90 fokon mostátok, és fel akkor. És összetett, miért nem engedik ki mosni? Ez is egy nem, tudom, benne van a szak szerintem, az nagy, nem, tehát neki nem csak az fontos, hanem az, hogy milyen illata van annak a vacaknak. Cselek? És akkor attól fél, hogy ez kimegy. De nem csak egyébként, nem csak gyerekekre jellemző, ez nálunk egy picit túlnőtt ez a gyerekkora, mert anya hosszú éveken keresztül megosztotta velem az ágyát Kajla kutyával. Amit ő még annak idején, dehogy nem. Jó, azért de, az, de. Az azért beteges. Azért az, azért nem. Az mondjuk, hogy szeretem a Móni. Én most 5-6 éves gyerekekről beszéltem. És ezt nagyon vonzónak találtam benne, hogy, hogy igazából nem normális. Hosszú évekig ez a kajlakutya. Kajlakutya, az úgynevezett kajlakutya gyakorlatilag a Móni szinte születésétől kezdve vele volt, és ennek következtében viszonylag sok afrika, vagy én nem tudom, mivel volt kitömve eredetek, tűnt el az ő testéből, aminek a következtében már úgy nézett ki, mint egy ilyen kézbáb, mert hogy mindenhol kihullott belőle, már alig volt meg az eredeti szíme, az egyik szeme így logott le a szája vonaláig, stb. Nem lehetett már rajta semmit csinálni, tehát nem volt mit, mihez varni, mert az egész gyakorlatilag egy ilyen, olyan volt, mondom, mint egy így rongyos kézibáb. De nem kéne, hogy kinőjön felnőtt korára? Tehát azért, azért most egy felnőtt ember nem. Már kinőtt be? Már nincs meg? Már nincs meg. De fogadjunk, hogy te tetted el lábbalól. De eltüntetted? Valahol beesett. Beesett a fűnyíró alá. Kutyafejem, hogy eltűnni? Át kellett rajta menni négyszer. Jó ét! Kajlának kiad jó ét puszit? Szia! Jaj, feküdtél a kis jégerasokban, a hálóságban, és közben puszilgattál egy plüss kölyök vizslát. Ha? Azt a mindenit, azért is érdekesen nyomjátok ezt a dolgot. Most Kajla ez hozzád kedves, abba? Igen, és amikor Móni nem aludt otthon, akkor te is Kajla csúnya dolgokat műveltetek. Na jó van, oké, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Egyrészt ti őrizgettek olyan cuccot gyerekkorotokból, amitől a páratok ki van, de nem nyúlhat hozzá, mert ez a ti vizslátok, a ti mackótok, a ti szalmabábutok, vagy félszemű mackótok. Igen, doboz tejfog, vagy moncsicsi, vagy bármi, amit a felnőttek őrizgetnek, illetve ha a gyereknek van ilyen tárgya, és traumatikus élmények közepete elhagytátok, eltűnt, akkor írjátok meg, hogy mi történt, és hogy tudtátok pótolni. Mert ilyenkor indult tényleg a nagy felderítés a városban, hol hogy honnan tudod ugyanazt. Ezért mondom, hogy aki gyereket nevel, és még kicsi, bármibe szeret bele kettőt. Kettőt, és az egyiket egy jól elzárható szépbe berakni, és egy adott pillanatban higgyetek el, hogy az még jól fog jönni. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk az SMS-ekkel a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 3-4-8 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, egy nagyon helyes történetről beszélgettünk, és hát elsősorban gyerekes szülők érintettek, azt gondoljuk, de jusson eszetekbe ez a beszélgetés. Ha, mikor ott álltok? Mikor ott álltok majd a síró gyerek mellett, ha még nincs gyerek, vagy nagyon pici, hogy hasznos volt, amit Baliék, Feriék, Janiék mondtak, mert betárasztatok egy kedvenc dologból többet. Ugyanis egy nagyon kétségbeesett levelet találtunk egy édesanyától, aki kiplakátolta a hévmegállókat a Szentendrei vonalán, szinte Margititól egészen Csillaghegyig, mindenhol leszállt, ragasztott, mert elhagyta a lánya rózsaszín álommanóját egy kis táskával és az üveggyöngyel együtt. És talán lehet, hogy ez a műsor is most segít, hát kicsit hozzájárul ahhoz, hogy ez meglegyen, mert pontosan tudjuk, hogy egy gyereke szülőként trauma. Tehát vége van a gyereknek, és neked is, és hosszú-hosszú napokon keresztül. Nem hiszti, mert nem az a jó szó. Egyszer látod a gyereket gyötrődni, feldolgozhatatlan. Ragaszkodni lelkileg, abból kicsit hát tönkre megy, hogy az nincs meg. És arról beszélgettünk, hogy felnőttként mi még ragaszkodunk-e valamihez ennyire, illetve kinek milyen gyereke van, aki szintén valamit édesget, babusgat, és nem tud tőle elszakadni. Az a durva, hogy felnőttek is írnak, hogy ők még mindig ezzel vagy azzal alszanak, ami azért egy picit kóros ott már szerintem. Baj van. Na, de ott azért van baj. Dehogy is. Most beszéltem anyával, mondta, hogy 3 éves korában kapta a Kajlát, és 30 éven keresztül aludtál. Igen. De hát sajnos Kajla egy kanálisban végezte, és erről Móni nem tud. Gonosz kezek által. Mire letuszkoltam a bunit?
És közben azt mondogatod, úsz, kiskutyus, úsz, szabad vár, menj, szabad vár. Neked is jogod van most már ahhoz, hogy önálló életet kezdjél. Menj már. Még egy kis dobesztos, még egy kis dobesztos, hogy marnál ki a szemedet. Na, nézzük az SMS-eket. 3 éves fiam kutyja már többször szorult plasztikai műtétre, amikor úgy döntöttem, beszerzem a klónját. Facebookon köröztettem Wanted felkiáltással reménytelenül, aztán eBay-en felfedeztem, megrendeltem, csodálatos borítékban átrepült az óceán felett, egyenesen Kínából. Dedem első reakciója a vértizadó tortúra után a klón fülét megdörzsölve, felháborodottan duzzogva, anya, ez nem jó, Sziszka küldte nekünk, a gyerek rájön, nem tudod átvágni. A kisfiam egy távirányítós tankot hordott magával mindenhova, így naivan azt hittük, hogy nem jegyzi meg, mert nincs rajta szakfolt, tévedtünk, még a karcolásokat is megjegyezte, pedig betárasztunk belőle 3-at. És itt jön a kiegészítés, vannak egy haverom írt, hogy úgy kell csinálni, hogy 2 van belőle a plüssállatból, naponta cserélem. Az, ez az okos. Na jó, ez már azért okos. Nagyon beteg. És, azért akkor, beteg. És ha el tűnik az egyik, a másik szinte ugyanolyan állapotban az, van. Igen. És a gyerek koptatta mind a kettőt. Igen, azért ez nagyon beteg. Kisfiam kedvence mamától kapott maci volt, amit egy újság küldött az előfizetőknek. Amikor elveszett, a lapkiadót hívtam fel, hát ha van még elfekvőben, a mai napig megvan a videó arról, amikor a postacsomagot bontja a gyerek, hogy mennyire örül. Nálunk is eltűnt egy kedvenc beszélő, éneklő kutyus, sikerült is ugyanolyat szerezni, csak német nyelvűt. A gyerek, mikor meghallott, hogy németül énekel, azt mondta, apa, a kutyusom sok mindenem ment keresztül. Mert még mindig dadok. De édes. Annyira cukik a gyerekek egyébként, igen. 2 éves koromban vartak nekem anyái 2 kispárnát, amiket vittem magammal óhiba. 23 éves vagyok, még mindig megvan, és még a párom se teheti rá a fejét, mert azokat ölelve alszom el. Mai napig nem érzem jól magam, ha nincsenek ott. Ezt Melinda küldte nekünk. Hogy azért a párod... Azért az kemény, nem? Érted, hogy úgy odabújnál a nyelv, és mondtad, hogy nem. Nem, ő most a maciával alszik. Igen. Ő most a kis plüssével alszik. Vagy együtt, vagy sehogy. Igen. Ez az első randin, az első szexél lehet nagyon durva. Vagy hárman, vagy egyedül. Vagy a maci is nézi, és itt ül az ágy végében, vagy nincsen semmi. És akkor leültetsz egy ilyen félszemű, csüngőszemű kis, mizért szőrös macit, aki végignézi. Nézitek egymást, és még mielőtt lehújnád a szemed, így valaki így oldalról be. Hello, én vagyok. Maki! Hát amíg beszél is vele. Maki. Jó, mondjuk, ha a csaj bábozik is vele az erős, akkor az ott kell hagyni az első rajta. Ez egy nagyon aranyosak, vagy igen, nagyon... Vagy életed legjobb buli elé néz. Nem vagy. Igen. Én vagyok, Maki. Nem, Maki. Én nagyon nem folytatom. De jobb, hogy lenne benne poén. Maki. Ma te? Yeah. Maki, ma én. Halló, jó reggelt, itt van egy hallgatónk. Sziasztok, hello, Moncsi vagyok. Moncsi, hello, Moncsi, jó reggelt. Na, mesélj. Hát nálunk van egy ilyen 40 centis maci, amivel a férjem körülbelül, hát szerintem 34 éve alszik. Én egy 20 centis macival alszom 38 éve. Ha a férjed 40 centis macival alszik, én meg egy 6 centis gyerkkal. Akkor ő nyert. Ő hogy néz ki? Hát, amikor összekerültünk, akkor ez egy maci, ez egy ilyen barna négyzet alakú húzatban volt benne, és azt mondta, ez egy maci, a nagymamájától kapta, és hogy ő ezzel alszik. Hát mondom, jó, biztosan. És akkor ezt ki kellett most, mert mondom, nem igaz, ez büdös. És akkor lekerült oda a húzat, és tényleg, ez egy maci. Van neki valahol, egyszer volt neki szeme, volt neki macája, de ugyanúgy. Maci. De hogy hallom, már van trónok, és aki jelentkezik. Nem ez a párja. Tegyél már egy cumit a párod szájába, légy szíves, adjál ki tápszert, amíg beszélgetek. És az felnőtt férfi létére még mindig ezzel a macival alszik? Igen, mert neki ez sokat jelent. Hiába mondom neki, hogy aludjál rendes párnán, nem, hogy fáj a nyaka, fáj a háta. Hát mondom, mi van, hogyha rendes párnán, nem pedig a macin. Jó. És akkor a maci alá tett egy párnát, de még mindig a macin alaszik. Atya, úristen! És amikor ti először aludtatok együtt, és ott volt a maci... Nem, akkor még rejtegette. Akkor te mit szóltál ehhez? Hát mondom, biztosan, mert nekem meg egy kis rózsaszín kis párnácskám van, de én... Jó, hát úgy könnyű, hát úgy azért egyszerűbb, hogy neked is van valami, igen. És büdös a medve, tényleg? Hát igen, nekem büdös. Aha. Hát azért 30 év alatt az ott kapott hideget. Abban van már minden. Abban van anyag. Igen. Mekkora a pici gyermek? Most lesz 9 hónapos. 9 hónapos, édesem. Hogy hívják? Gita. És már próbál játékba kerülni. Igen. Mit mond óra? Azt mondtad, ti is hallottátok? Igen. Moncsi, közi, hogy elmondtad. Ciao. Én is köszönöm. Sziasztok. Hello.
Mind a három gyermekem egy használt pólóval alszik, volt kitől örökölni, mert én is azt szorítom magamhoz, ha utazunk valahova, az első kérdésem mindig a pólók megvannak. A magamét még be is csomagolom. Ha elfelejtem, nem tudok aludni. Egyébként ismerős, tényleg ma, ahova mi is megyünk, mi pár az, de az megvan, gyerekek, útlevél, hitelkártya, minden pótolható. Bármi, teljesen mindegy, csak az legyen. Nekem egy plusznyulam van, 12 éve vagyunk együtt, 27 éves vagyok. Amikor még nem éltem a párommal, a nyulammal aludtam, most hárman alszunk, olyan ölelnivaló. Olyan ölelnivaló. Atya Isten. Nem, nem szólok semmit. Az én unokám 18 éves, a mai napig egy rongydarabbal alszik, ez zsékülte nekünk. Nekem egy macim van, 5 éves korom óta vele alszom, már 36 éves vagyok, de még mindig üzeni Orsi. 6 plusz alszik velünk. Könnyebben alszom a párom nélkül, mint nélkülük. 6 plusz. 6 plusszel együtt. Igen. Hogy? Hát igen. Nem fértek el. Azért ott van egy porat kalergiára, azért ott nagyon büszkös minden este. Nem 6 plusszel, azért az sűrű. Kézzel, amikor az így korfun ugrik be. 2, 3, 4, 5. Hol van? Két hétre jöttetek. Ha nem, a gyerekkori bárányával alszik, ezt vegyszeres küldte nekünk. Nekem egy plusz. De ő élő. Egy plüstein volt a szerelmem, búboci. Egyszer hagytuk ott a nagymamám. Búboci, de jó né. Egyszer hagytuk ott a nagymamámnál, nem voltam hajlandó nélkül aludni, fel kellett adni postán. Borzalmas állapotban, de még mindig megvan, körülbelül 20 éve. Az én feleségemnek Pepéje volt 26 évesen, az egy több pelenkából összekötött párna volt, mennie kellett. 10 éve volt valahol dugdossa, nem találom. Azt mondja, azzal temessék majd el. Azért az kemény. Mi hiányzik ezeknek az embereknek az életéből? Vagy mi? Nem? Hát azért 30 évesen már egy plüssmedvével adni férfiként. Aha. Néha még én is moncsicsizem kicsit el. Nem? Na, ez a de újabb csapás. Az Adéli egy volt ma az első, a moncsicsi. Jó, na beismerem, nekem moncsicsi is van egy fehér moncsicsi. Várja, és fölkapaszkodik. Moncsi mindig hátul megnyomod, akkor tapsol, tudod. Igen. Fogja. Érted, jó, fölkapaszkodik a fára, kis moncsicsi. Mire megmászta azt a nagy kókuszpálmát? Kapaszkodj, úgy érzem, földrengés. Kapaszkodj, kis moncsicsi. Hajlik a fa, hatalmas cudar szélben. Milyen vihar balra, milyen vihar jobbra? Hogy kapaszkodik a kis moncsicsi? Ja, én is pár esik is. Kis moncsicsi nagyon elszállt. És de most látom, ez havazás. Nem, most látom, ónos eső. Ónos eső, hülye csúszik. Remélem, hogy tényleg gumi marra. Moncsicsi, gyerekek, 4 nyári. Na jól van, nem, még nem alszom Moncsicsivel. Egy fél éve. Hogy nem. Egy fél éve sikerült letennem. Igen. Helyette egy paprika Jancsi kézibábbal. Volt paprika Jancsi kézibábbal? Úgy, de gyűlöltem. Forzasztom. Na jól van, játsszunk, jó, itt van a játékosunk, a kérdés, mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Művészhebb életfaszi. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. Vásigyellán mime. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Sziasztok, Gabi vagyok. Gabi, hello, Gabi. Gabi, hol vagy? Merre mész, mit csinálsz? Ikreimet viszem iskolába, Pető intézetbe járnak, és imádnak titeket. Amúgy 6 hónapos picilányommal vagyok otthon most jelenleg. Otthon vagy, és most viszed az ikreket? A nagyokat, ők már 11 évesek, igen. Pusziuk őket, ha hallanak bennünket. Hát hallanak, mert alig vártam. Szevasztok! Hello! Gabi, figyelj, van még mindenünk. Állatunk, városunk, híres ember, mindig nézem, de mindig ugyanaz, szólásmondás és tárgy. Ezekből tudtok választani. Melyik legyen? Hát Balázs, tárgyot. Nem biztos, hogy sikerül megfejteni, de nagyon igyekszem. Figyelj, ez egy nagyon nehezen induló játék volt, amikor elindítottuk, és most már nagyon jól trenírozottak a hallgatóim, most már azért 5-ből 3-at, 4-et mindig elvisztek. Figyelj, Balázs, tehát minden reggel titeket hallgatunk, úgyhogy. És eddig sose sikerült megfejteni? Hát, ja, igen, valahogy így. Akkor ezek azért nem annyira szép. Csak a gyerek kedvéért nem plusz hordok, hanem a morning show-ba telefonálok, tudod. Figyelj, ez egy jó hosszú tárgy, biztos, hogy tárgy? Igen. Akkor létre, ha jó. Akkor legyen állat. Jó, csak most ránéztem a monitoron. Akkor legyen állat. Legyen állat. Az állat szerintem könnyebb. Nálad könnyebb. Állat könnyebb? Jó, hiszek neked, Balázs. Jó, én nem akarlak becsapdázni. Jó, indítjuk az órát, figyelj, így szól az állat. Aknapsobúb. Búbocsbanka. Ennyi, de jó vagy. Aknapsobúb. Hogy? Úristen, de jó vagy.
aknapsobó. Itt tombolnak az ikreim hátul, egyedül nem tudnak járni, de annyira, annyira imádnak titeket, tehát így amikor jöttök így, akkor mindig látogatunk. Amúgy már egyszer telefonáltam meg a Salgótarjánból, akkor minden nap ingáztunk, és akkor a fekete fér igen nem be, de akkor mondjuk kikaptam. Na akkor most megvan. Akkor most megvan. Igen, igen, nagyon örülök neki, nagyon-nagyon. Mi is örülünk, gratulálunk. Köszönjük, sziasztok, szép napot. Egyfajta rekord, amit beállítottál, puszi és lerakott. Köszönjük. Meg is halnak. Ciao, ciao. Egyfajta rekord, ilyen gyorsan azért nem is szokták megfejteni. Nagyon jó volt. Nem? Zseni. Igen, búbos banka ez voltam. Ez volt az állat. Jól van, drága hallgatók, picit kevés ma reggel a közlekedési hír, feltételezzük, hogy minden rendben van, úgyhogy maradjon is így, azért ha láttok valamit, írjátok meg. Jó, de hogy kb. 3 darab jött összesen. Csend van, nyugalom van. Igen. Látszik, hogy a jó idő az, az kicsit mindig. Valaki menjen már ki a lelassába, rakja ki a vészvillogót, igen, csúszok ki az autó. Valami történjen, mert tényleg az ég egyet a világon semmi nincs. Inkább mindig özöllenek, hogy itt baleset, ott baleset, itt fotóznak, ott fotóznak, de tényleg semmi nincs. Azt mondja, hogy egyetlen egy jött, az M75-ös újhartyáni lehajtó után Szeged felé mérik a lehajtókat. A kamera közvetlen a járőr kocsi előtt, mindenki vigyázzon. Illetve Monor-Erdő és Monor között van egy kis torlódás, ezt Magdi küldte nekünk. 6 perc van pontosan 8 óra, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 8 óra után pontosan 8 perccel itt vagyunk a klasszon. Egy sose hallott dallal. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Feri, hello, Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Tapsoljuk meg a dalt! Ez az! Tapsoljuk meg a hétfőt! És azt, hogy nyári meleg, hát ez annyira jó. Én ezt az időt nem győzöm hangsúlyozni, ezt szeretem a legjobban. Olyan, hogy lenne 2 hónap, nem? Kiesel a hideg áprilisból, jön a május, és lerohad a gatyád, és véged. Ez a 20-25 fok, ez a legjobb. Hiányzik is. Jó, ez a legkellemesebb. Vannak, akik azért már túl gondolják egy picit ezt a meleget. Tegnap jöttünk hazafelé, és azért árnyékban érezni lehet, hogy még azért nem annyira nyárias az idő. Látunk egy srácot kocsit mosni, egy szár kapriban, fölül félmeztelen, alul semmi nem volt rajta, tehát hogy se zokni, se szandá, semmi. Tudod, mert ősz kettőt ezt együtt kell hordani, tudomásom szerint. Igen. Áruló az, aki nem vesz föl szandát zokni. Az árnyékban egy szál ilyen izébe, talán nem is egyébként, nem, tehát ilyen kapri jellegű fürdőgatya volt tulajdonképpen, na és ebben mosott kocsit árnyékban. Így kinéztünk így az autóban, és így jaj. A mozgás segít. Aha, szerintem. Napközben árnyékban nem volt hideg. Hát, nem, hát ez már este felé volt, elég erőteljesen, olyan 5 óra felé jöttünk vissza, hát akkor már szerintem nem volt annyira indokolt ez az öltözet. Viszont a fagyizó előtt kígyózó sor. Megdöbbentő. Ha sokat akarsz keresni, akkor fagyizót kell csinálni, gyerekek. Nyáron, gyerekem, az nagyon jó. Egy kis ez az, és jó haszon. Továbbadod. Az akkora kassza a fagyizó, hogy az elképesztő. Nem megvenni az üzlethelyiséget, csak bérelni. 50 forint a gombóc, most már azt látom. Hát gömbje, 2-2-50. Amikor elkezdtem fagyizni, 3-3-54. Ha már 7 forint volt, akkor már azt mondtad, hogy 7-ért az már az lehet, hogy picit drága. 200-250-ért adják gömbjét. Nem az a súlyos, hogy sajnos szerintem a ketten emlékszünk felével arra az időszak, amikor 1 forint volt. Sőt, én még az 50 fillére. Na jó, jó, jó. Tényleg emlékszem, az apámmal mentem az 50 filléres fagyit el. Emlékszem, amikor egy krajcára érettünk jeges nyalatot. Így van, de jó, de láttátok, hogy fut Petőfi Segesvárnál. Ez igaz, azért ez igaz, de 50 filléres fagyira én még emlékszem. Én mondtam a kozálkoknak, a Petőfi arra ment. Ti mit láttatok? Hát azért 50 filléres fagyi volt, hát emlékszem. Most gondolod-e, jön egy húszak, ödönke, aki nagyon kövér, ott van vele Zsófika, aki szintén kövér, érkezik egy kövér apuka, egy kövér anyuka, ők négyen betolnak egy 20 gombócot körülbelül, de mindenki 3-4-et benyal. De miért kövér? Megérkezik minden? Kövér család a cukrászdába. Aha. Mert a kövérek több béleséget. Velük van még az Áder család és a Mora család. Így már akkor kiegyenlítettek vagyunk. A Janinál ne veszik senki több édességet. A szokásos narancsok csak narancs, ugye? Frissen facsar, nem használ. Oké, okay, akkor megérkezik egy átlagos család. Megeszik mindenki fenként 3 gombócot. Az azt jelenti, hogy családonként ott hagysz 7-800 forintot emberenként. Ha 4-en vagytok, akkor 4-szer 3000 forintot
És akkor még Rolettit nem kértél. 3000 forintot hagysz ott egy fagyizásnál. Nonsense. Nonsense. Négy ásványvíz, mert túl édes volt. Nonsense. Akkor még nincs csoki szórás és Roletti. Az plusz 500 a kettő. De most komolyan, várjátok, ne legyen benne semmi extra. Most 250 éreszel 3 gombócot. A gyerek is eszik. Te is eszel, ja. Meg a párod is eszik. Az 700, 800. Ugye? Igen. És az hányszor 800? 4-szer, 8-32. 3200 forintot kifizetsz arra, hogy elment a család fagyizni. Ez normális? Ezért nem kell úgy fagyizni, hogy mi először mi rendelünk anyával, aztán megnézzük, mennyi pénz maradt, és akkor virág is rendel. Jó, Jani, ti egy vanília gombócot nyaltok hárman körbe. Tehát azért az se természetes, pont hogy körbe ülitek, minden. És mindenki nyal egyet. Egymást nyálát nyaljátok. Ha a papa, legyen még egy csoki. Nem. Ma szerda van, majd vasárnap. Tehát, és körbeültek, áhítattal egy kis pálcikával egy gomboz csokit, és akkor körbe eszi a vadonzsal. De három rolettivel. Ti a másik véglet vagytok. De nonsense. Megcsinálsz, mennyiért csinálsz meg, Feri? Most megcsinálsz, tényleg nyitok egy fagyizót, komolyan mondom, és 300-ért adok. Nyitok egy, vagy megcsinálsz egy ilyen kübli fagyit. Amiben van vagy, mit tudom, bármi alapanyag. Hát ráadásul már kevesen is csinálják. Jó, van benne ez, de beleszólok egy kis barábbi. Ebben rázsorra, teszek rá jobbról, balra, balról be. Igen, félik, hány gombócot adok el egy ilyen 6 centis x 15 centis Weidlingból? Csinálok egy fagyizót, meg csak napi 2 milliós bevétel. Nyilván azért csinálják, persze, és már ráadásul nem is kell vele vacakolnod, mert a legtöbben a kész fagyit árulják, tehát valaki megcsinálja, és őt te csak árulod. Szerintem egyre kevesebb van, aki már maga foglalkozik a fagyigyártással. Lehet, hogy a komoly cukrászdák ők azért saját maguk csinálják. Hogy nyitnál egy komoly cukit? Semmi, én felolvasztok 3 kalipót, belenyúlom a tégelybe, visszafagyasztom, és eladom eperfagyinak. Kicsit megszorom ezzel azzal. Valinál olyan fura a fagy, és 401 gombóc gyerekek. Azért, mert nagyon-nagyon különleges. De úgy hirtelen utána számoltam, hát a legnagyobb biznisz a fagyi. Hát 250 forintért gömbjét adni, hát ez komolyan mondom, rablás. Hát, rablás, nem? Nekem mondhatod. Ferinek nem mondja, de úgy is tudja. 500-ért brassoljam. 150-ből. 100-ból. 100-ból. Békés Csabán 180 forintért 3 gömbnyi fagyit lehet kapni. Na, az korrekt. Na, azt mondom, hogy a reális értéke a fagyinak megyünk, körülbelül 60-80 forint egy gombóc maximum, de a 2-250, az szentelen. Most akkor megint hagyáljak át a másik oldalra. De ott érted, ott kell alkalmazott után fizeted a bért, van rezsi, a hűtőpultot üzemeltetni kell, áramköltséged van, takarítasz, engedélyek, minden adó. Olaszból van. Mi van? Olaszországból. Mi az, hogy minden olaszból van? Nem. Az összes alapanyag, meg adalékok, meg emulgiátorok, meg ízesítők, meg természetazonos aromák, meg érek, hogy ezeket mind olaszból veszed, akkor azért az horror. Érted? Tehát azért van költsége a dolognak. Nem úgy van, hogy eladott 250-ért a fagyit, és neked az 5 forintba került. Hát azért... Egy cukrász azért őszintén megkérdeznék, hogy tesó, mennyire jön neki egy gombóc? Most nagyon őszintén mondd meg nekem. Jön ki, meg hogy mennyire körülbelül tud eladni. Balázs, nem az a gond, hogy 300 egy gombóc, hanem hogy a fizu kevés. Egyébként megközelítés kérdése, tényleg. Tehát meg kell nézni, hogy mivel van valójában a probléma. Jó. Na jó, van ennyit a morgolódásról. Azt mondja, hogy a limonádé nagyobb biznisz. Egy szezon alatt egy lakás és autó KP-ra. Hát azok is, hát most... Hát, eljutsz valahova, érted, itt Pesten. Az egy fél literes limonád 1200. Hát az eszembe. És mi van benne? Aranypor. Na, gyümölcsökkel van. Gyümölcs? Belerak 2 darab citromot, egy fáradt narancsszeletet, belevág 2 jégkockát, enged hozzá egy szódát, és az 1200. És a menta? Hagyjál. Na jó, hagyjál. Meg a cukorszirup, az neked smafu? Nem örülnék neki, hogy nyitnál egy fagyizót. Nálam 34 gömb. Balázs fagyja visszaolvasztott kalipóból. Egy kis házi limonádal az a szóda, ez az, bele egy kis marik gyümölcs, az jó a visszolátása. Egyébként ez a hívó szó, nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy házi limonádé van-e? Jó napot kívánok. Házi. És onnantól igen. Mert az emberek tényleg ezt imádják, ezt szeretik, hogy maguk csinál, mert üvegeset akkor már nem is veszünk, házi limonádé. Őszintén tessék, jelentkezzenek cukrászok, aki bemeri vállalni, és mondja el, hogy mennyit húz le rólunk. Én nem sajnálom tőlük, csak kíváncsi vagyok, őszintén. Ha nézzünk egy 250 forintos gömbárat, körülbelül mi a bekerülési költség? Aha. Amire neked még rá kell tenned nyilván egy csomó minden, de nagyjából mennyi. De maga a fagyi mennyi. Maga, ugye, egy gömb, ha te 250-ért adod, akkor mennyit keresel rajta? 50%-ot, 100%-ot, 200%-ot, mennyit? Mennyit? Ha 100 forint. Tessék? 100-at keresel egy 250-esen, vagy 2-t? Hát akkor most, ha 20 forintba kerül neked, és 200-ért adod, akkor az számolják kicsit matekos, hogy akkor az hány százalékos haszon? Na, az hány százalékos haszon?
biztos lesz olyan. A 20 forintba kezd 200-ért adod. Az 1100. Hát nem. Te ha úgy számolja. Ha 20 forintnak a 100%-os haszon, az akkor 40-ért adod el. Tehát 1000%-os haszonnal adod el, ha 200-ért adod. Uh-huh. Jó, de csak nyáron tudsz fagyit eladni, érted? Nekik meg kell termelni a téli pénzüket. És fagyisok, én veletek vagyok. Én sem vagyok ellenük. Én sem vagyok ellenük. Hogy lenne már 1000%-os haszon. 1000 forintért veszel valamit, az 1000%. Hogy lenne 40 forint, az már a 100%. 80 forint már a 200%. Hát nem, a 60 forint a 200%. A 80 forint az 300%. A 100 forint az 400%. Igen? Na. Tehát így mész el 200-ig, az 1000%. Az 1000%. Tudja, hogy annyi 1000% itt. 20-ból 200. Jó, a srácot csináljatok csak. Na jó van. A 20 forintból 40 a 100%. Egyszer csörgött még a lap. Így számolsz az étterben. 2000-nel. Szabadáros a fagyi. Tehát nyitok egy fagyizót, és azt mondom, hogy 601 gömb bali fagyizójában, de itt igazi indiai menta van benne. Akkor 600-ért adhatom a gömbjét. Tehát nincs már olyan, hogy meghatározzák. Nincs, itt volt a hallgatónk, eltűnt. Nincsen. Haló! Halló, sziasztok, Gábor vagyok. Na, csak röviden, mert nem ez a témánk, csak kérdezem, cukrász vagy? Igen, cukrász vagyok. Na, őszintén valljál, tessék. Hát én már 22 éve vagyok a szakmában, most már nem dolgozok a szakmában, de korábban foglalkoztam fagylalt főzéssel is, aztán utána ugye már bejöttek ezek a minőségi alapanyagok, porok, és ugye aztán összekevered vízzel, kész a szuper fagyit. Hát igen, körülbelül olyan, én azt mondom, amikor még 100 forint volt mondjuk egy gombóc fagy, akkor az előállítási ára egy gombócnak olyan 20 forintra jöhetett ki. Az ebben már minden beleszámolva. Akkor ez akkora biznisz, mint az étteremben a kávé. Ez hatalmas. Körülbelül mint egy csésze kávé. Nem? Egy jó fekete 4-500, hát azon mennyit keresel? Így van. Hát a legnagyobb biznisz. Plusz ugye a kis trükkök, például 5 gombó, 5 dekás egy gombóc. Igen. De hétvégén elővetik a 4 dekás kanala. Ne, na ezt azért ne általánosítsunk, ezt nem mondjuk mindenkiről, de vannak, akik nem, ezt csinálják. Nem, hogyne, persze. Mert én azt látom, például, hogy elviszem a gyereket fagyizni, sok helyen nekünk arcra mérnek. Tehát ahol balit nem kedvelik a gyerek, kicsit fagyiz. Ott kis fagyival. Ahol esetleg az apját kedvelik, mert szeretik valamelyik műsorát, ott a gyerek nagyobb gömböt kap, mert a kezében van az eladó kislánynak, hogy mennyit tesz a tálkába. Nem szeretik általánosítani, ez tényleg nem így van, bár itt általánosságban. De igen, ez egy régi trükk a szakmában. Tehát, hogy lecserélitek a gömb a kanalat, és hétvégén előjön a 4. Van 3 dekás, 4 dekás, 5 dekás. 5 dekás van kiírva, most a kutya nem nézi azt, hogy te hétvégén a 4 dekás kanállal mérsz. Fura lenne, hogy megérkeznék egy kis patika mérleggel, és földobnám rám marakujámat. Ez csak 4, nem 5? Arra nyom, dobjuk még arra a marakujára egy keveset, mert ez csak 4. Igen, ez sem pici konyhai mérleg. Látom nagyon sok embert már meggazdagodni ebből a fagyiból, úgyhogy higgyétek el, hogy ez a világ egyik legnagyobb biznisze. Az, én is ezt gondolom, amivel nincs baj, meg hát ő tudja megcsinálni, ért hozzá, én nem értek, azért adja őt, tehát én nem sajnálom, csak az ember elgondolkozik. Nagyon egyébként a gépek hozzá nagyon drágák, tehát én 90-es évek közepén, ahol dolgoztam, egy fagylalt főzőgép, ami nem olasz volt, hanem egy magyar, már akkor 1 millió forintba került. Tehát több milliós beruházás. Tehát ez nagyon nagy beruházás, viszont bőven megtérül az ára, és nagyon hamar. Na jó van, köszi, hogy elmondtad, drága vagy, hogy csörögtél. Ciao. Köszönjük szépen, jó munkát neked. Hello. Na jó van, oké, fagyi téma lezárva. Csak... Akkor nyitsz, vagy nem? Aha, balinyali fagyi. Balinyali. Induljon a balinyali. Na, hívjuk Mihálisz Norbit, mert hogy hétvégén elképesztő futamot futott, és szeretnénk neki gratulálni, ha valaki ugye nem tudná, ő most először indult igazi gyári csapattal, ugye szakított ő. Nem szakított az Engőtimmel, hanem hát váltania kellett, elérkezett pályafutásra egy olyan pontjához, amikor is úgy döntött, hogy hát elválik Zengő Zolitól, és gyári csapattal folytatja, teljesen 100%-osan gyári csapattal, és gyönyörű hétvégét futott, mind a két futamon ugye ő dobogóra tudott állni, ami egy elképesztő futam, és egy elképesztő szezon kezdés. Ugye azt szokták mondani, hogy ha átkerülsz így egy csapatba valahová, akkor az első évben még nagyon nem is cseszegetnek, mert össze kell szokni. Tehát azt mondják, hogy bízunk benned, velünk vagy, tök jó, de hogy nem az van, hogy akkor azonnal neked eredményeket kell hozni. Ez a fiú oda ment a gyári csapathoz, a gyerekek is két dobogó. Nagyon nagy. Itt van velünk Mihálisz Norbi. Norbi, jó reggelt kívánunk, hello! Ez egy nagyon szép felvezetés volt. Igen, szeretünk. Szemben nem dicsérünk. Körbe nyalogattunk. Hogy vagytok? Körbe csókolgattunk. Jól, köszönjük minden szépen. Király. Abszolút jól, te? Szuper, nálam is. Minden oké. Kicsit fáradtak vagyunk, mert Johannával
ha hiszitek, hanem pont most toppantunk be a lakásunkba, autóval utaztunk haza. Neki ugye nincs haza kellett térnie, mert most indul épp munkába. De meg vagyunk, köszönjük. Nem pakolták ki a kecót, minden megvan. Megvan. Az egyetlen egy rossz dolog, hogy úgy tűnik, hogy a szomszéd most kezdett lakásfelújításba, úgyhogy nagyon nem fogunk pihenni. Uh-huh. Az egy rossz hír. Tehát ha ő az ott egy ilyen burkolatcsere, minden felverül, minden megcsinálunk, akkor az egy hosszabb történet. Vagy átnézek hozzá, megkérdezem. Ilyen. Na, hát gratulálunk a hétvége eredményeihez. Hát ez elképesztő. Kettőből kétszer dobogon álltál, ráadásul így a szezonkezdés. Gondolom, hogy erre talán még te sem mertél számítani, vagy igen? Hát őszintén szóval tudtam, hogy jó esélyekkel pályázhatunk legalább egy dobogóra, és itt most nem feltétlenül csak magamat értettem, hanem a csapattársakat is, mert most nem akarok nagyon szakmai részletekbe menni, de ugye a túrautó világbajnokságban van egy olyan furcsa szabály, hogy a jó autó az mindig kap plusz súlyt, és ezzel a plusz súlyjal egyenlíti ki a szervezőség az erőviszonyokat, és a tavaly és tavaly előtt világbajnok márka a Citroen, az az első verseny hétvégén, és majd a következőn is, 80 kilóval nehezebben kellett, hogy menjen, mint mindenki más. Úgyhogy ennek kapcsán én sejtettem már, hogy jó esélyekkel őket talán meg tudjuk verni. Télen elég sokat teszteltünk, és úgy érzem, hogy az autó is elég sokat fejlődött, és szerencsére ez látszott is egyébként az időmérőn már, és aztán a versenyfutamokon még inkább, mert hát igen, mind a két versenyen nem, hogy csak én dobogon álltam, az első futamot meg is nyertük, és az összesen hat dobogós helyezésből ugye négyet azt még osztunk el a Honda gyári csapatánál, úgyhogy mindenki nagyon boldog volt, mindenki nagyon örült, én sem remélhettem volna ennél sokkal többet. Remélem, hogy hasonlóan folytatódik majd a szezon. Ezt a plusz súlyt utána leveszik a szétről? Erről azt mondod, hogy az első két futamban kap 80 kilót, utána ezt leveszik? Hát az a baj, hogy igen, a harmadik futamtól mindenki más kapni fog plusz súlyt. Ugye itt az első két futam idő eredményeinek tükrében a jó autók, azok a harmadik versenyhétvégétől kapnak súlyt. Ugye nekem ez azért nagyon rossz hír, mert idén a harmadik versenyhétvége a Hungaroring lesz. Oh. Úgyhogy hát igen, nem akarom az ördögöt a falra festeni, de valószínűleg, hogyha nagyon jó sikerül a Szlovákia ring is, akkor a Hungaroring az annyira nem lesz jó, mert mi lesz a nyelv. Ez a plusz, hogy ez hogy néz ki, hogy egy masszívabb darab szerelőbe fekszik a csomagtartóba, legumipókozzák. Figyelj, támasz ki, jól indulunk. József, pont 80 kiló, hogy takarodjál be Hondába, üljél meg most a hátulra. Igen, egy csomagtartó, egy meg jó egybe. Ennél gondolom kicsit profiba dolgozik. Szóval rakják ez egyet. Vannak ilyen 20 kilós vas tömbök, és akkor az be lehet tenni vagy a pilóta mögé, vagy az anyósülésre. Ez általában ilyen pályakarakterisztikától és autóbeállítástól is függ, hogy épp hol szeretnéd a súlyt az autóban, hogy milyen legyen az autónak a súlyelosztása. Mondom, nekünk most megvan az a lehetőség, hogy a Hungaroringen mi is megkapjuk a 80 kilót, lehet, hogy csak 60-at kapunk, ki tudja. Mennyit sikerül lefűrészelni belőle? Mennyire adja az öntött vas kilóját? Na, de hát ez mindenképpen nagy eredmény. Azt láttam, mit tud ez a Citroën? Hát azért, hogy az ember nem érti, ugye mondtuk a franciákról, hogy azért ők sok mindenben jók, de talán az autóépítésben annyira nem, de mégis, hát egy Citroën van elő, egy japán vagy egy német autótól ezt az ember elvárnád, egy francia autótól? Hát, de hát kell írjátok a sztereotípiátokat, ugye a francia, meg az olasz rossz. A Citroën nem is feltétlenül a pályaversenyzésbe, de azért nem tudom, hogyha rally néztetek a korábbi években, akkor ugye ott volt Sebastian Loeb, 9-szer egymás után nyertek a WRC-ben világbajnokságot, iszonyatosan nagy tudással rendelkeznek autóépítés terén, és lehet, hogy az utcai autóknál vannak hiányosságok, vagy lehetnek hiányosságok, de azt versenypályán már nagyon régóta bizonyították, hogy szakáktól függetlenül most ugye a WTCC-ben is megérkeznek és le tudnak tarolni szinte bárkit. Hát igen, én úgy gondolom, hogy az idei év az még valószínűleg arról fog szólni, hogy a Citroenek nyernek a legtöbbször. Ugye itt most az első két versenyét végén kell kihasználnunk nekünk is az adódó lehetőséget és az adódó esélyt. Egy kicsit könnyebb autóval meg tudjuk mutatni, hogy fel tudjuk venni velük a lépést. Valamint simán adódhat olyan versenypálya a szezon folyamán, aminek a vonalvezetése majd egy picit jobban fekszik a mi autónknak, és akkor megint meg lehet mutatnia, hogy ott tudunk lenni mi is,
de összességében sajnos az idei év is arról fog szólni, hogy, hogy valószínűleg valamelyik citrones versenyző nyeri a világbajnokságot. Fura volt más csapattal? Meg már, hogy más emberek vannak körülötted? Nem mentél az Oliékhoz be véletlenül? Ugye, a Hamilton egyszer beállt, ugye, a Hamilton állt be még ugye a régi boxába egyszer, mikor nem is tudom már. Ugye emlékeztek? A megszokás. A megszokás. Rossz helyre állt be kerékcserénél. Hogy nem. De az most egyszerű volt, mert az Oli elég markánsan megváltoztatta a színvilágot. Én nem tudom, hogy ezt láttátok. De tavaly még piros-fekete volt. Idén már van benne zöld, van benne szürke, van benne fehér. És az ugye látszik a boxban, és ugye egyszerű volt most elkerülni azt, hogy beálljak oda. Egyébként sokat voltam túl a hétvégén, nagyon sokat beszélgettünk. Szegény most el van hazva rendesen, nagyon sok dolga van. Ugye két autóval vágott neki az első verseny hétvégének. Az egyik autó az szerencsére ment is a szombati napon. Hát látszik rajta, hogy őt is azért megviseli a helyzet. Neki is minden új, gyakorlatilag újból kell építkezni. Én ilyen szempontból egy kicsit jobb helyzetben vagyok, mert a gyári csapattal már teszteltem tavaly, szerencsére nagyon jó fejek, kicsit azért néha olaszos a mentalitás, és több a beszéd, mint a munka, de összességében azt látszik rajtuk, hogy iszonyatosan elkötelezettek, nagyon szeretik, amit csinálnak, és nagyon tudnak örülni a közös sikernek, és ezen a hétvégén is különösen látszott. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy nagyon jól érzem magam a gyári csapatnál, természetesen ahhoz, hogy úgy érezzem magam, mint a Rengő Motorsportnál, ahhoz még nagyon sok időnek el kell telnie, de jó úton haladok a felé, hogy itt is megérkezzek majd egy következő családba. Ez az olaszos mentalitás, ez azt jelenti, hogy délután 4 és 6 között semmit nem csinálnak sziasztát. 1 és 5 között. És már uzsonára is pasztáztak. Mi a következő futam? Merre vagytok most Szlovákiában? Mit mondtál? Aha, két hét múlva lesz Szlovákiában verseny, és egy héttel a szlovákiai fordulót követi majd a Hungaroring. A Szlovákia Ring azt hiszem, hogy április 17-e, és a Hungaroring pedig április 24-e lesz idén. Április 24. Hát az nagy ünneplés az autó sportot lenni. Szeretőknek. Igen, jó szokott lenne egyébként. Tehát ezt egy ország várja, hogy versenyezzél a Hungaroringen. Norvid, gratulálunk még egyszer. De gyönyörű köszönöm eredmény. Köszönöm szépen. Köszönöm. Már reméljük, hogy ilyen lesz a folytatás is. Hát ebben mi is bízunk. Drukkolunk nagyon. Köszönjük szépen. Vigyázz magad. Beszélj a szomszéddal. Köszönjük. Megyek. Hello. Egy jó lakásfelújítás, amikor azt így kikapod. Nem? Mész haza pihenni. Igen. Fúrnak, igen. Na, most azt hiszem pont, hogy harmadik vagy negyedik az összetetben. Hát ugye negyedik. Azért az első verseny után ez még sokat nem mond, de azért ez egy gyönyörű, hogy kétszer áll dobogóra mind a két versenyen, egyből harmadik helyen nyitott, az nagyon, nagyon szép dolog, igen. Na, lehet jelentkezni nem sokára majd játékra, illetve pontosabban mutatjuk a beugrót a hármasugrásra, és ami még fontos, hogy a héten foci EB játékunk van. És a foci EB játék az nem szól másról, mint hogy minden nap elhangzik majd egy-egy kérdés. A kérdés SMS-ben kell válaszolni, és aki itt jön a csavar a játékban, mind az 5 kérdésre helyesen válaszol, vagyis látjuk, hogy minden nap játszik velünk, az ott lehet az Európa bajnokságon, a párizsi foci EB döntőjén ráadásul, utazással, szállással. Tudod, ha esetleg valakit el kell kísérni, tudod. Vagy akár esetleg mi is ott lehetnénk, az akkor majd jobb, tudod. Nem baj, te csinálsz, amit akarsz esetleg. Tudjuk, hogy te nem mész, meg nem érdekel, meg nem szereted Párizs, meg a focit, meg hogy EB van, de mi azért szóljál. Én értem, hogy belejtettem azokat, de már kérdezte, hogy mennénk, és mondtam, hogy ne. Ja. Ugye egy órával ezelőtt elmeséltem, hogy az Adél koncertet is kérdezték, hogy fiúk, tőletek valaki is mondom, azt szerintem nem. Senki nem érdekel. Szóval, drága hallgatók, nem mondjuk meg pontosan minden nap, hogy mikor jön a kérdés. Figyelni kell a játék ravasz, mert aki ott szeretne lenni az EB döntőjén, azért azt nem adjuk ingyen, nem adjuk olcsón, mind az 5 kérdésre helyes választ kell küldeni. Ha megválaszoljátok mind az 5 kérdést, akkor valakivel a családból, vagy a baráti társaságból ott lehettek a párizsi foci EB döntőjén, ahogy mondtam, ráadásul utazással, szállással, mindennel együtt, hát ahogy mi azt szoktuk adni egy komplett kis csomagot ajándékba. Tehát nem azt mondjuk, hogy a kiutás fakultatív, meg menj, ahogy tudsz, fölültetünk egy repülőre, szállást adunk hozzá, és az Európa bajnokság döntőjében ott lehettek, ami azért egy óriási nagy szó lehet annak, aki szereti a focit. Úgyhogy figyeljetek a kérdést, az is jön nem sokára, SMS-ben kell megválaszolni, és ami tényleg még egyszer fontos, hogy minden nap kell bennünket hallgatni, vagy megtudni, hogy mi volt a kérdés. Jó?
Én mert ránéztem most a jegyárakra. Egy szabad szemmel látható összeg. A döntőt összeg, még nem tudom mennyi. Szabad szemmel látható összeg, igen. Nehezen hihető. Igen. Ah, mindenit. Úgyhogy csak annyit mondunk, nem sokára jön a kérdés, figyeljetek. Jó, 9:30 múlt pontosan 1 perccel jövünk Ákos híre után. Háromnegyed kilenc lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és vannak friss közlekedési híreink. Ebben a percben Budapest Árpád út, Árpád kórház megállónál egy autómenet közben lerobban, sorban csattannak bele a mögötte jövők, legalább 5-6 autó, dugó várható, úgyhogy mindenki vigyázzon. Ez Újpesten van. Ugye? Ilyen Árpád út, Árpád kórház. M5-ös 130-as kilométerénél a pihenőnél Budapest felé mérnek, utazó küldte nekünk, valamint rendőrségi radzia, trafipaxal kombinálva Fehérváron a Balatoni úton, az Interspárnál, a városban bevezető oldalon, ezt Anita írta. Írta Pecsről. Pecsről Kecskemét felé az M5-ösen az Albert Irsai kijárónál a 43-as, 44-es kilométer között trafiznak. Géza küldte nekünk, és a 93-as kilométer után mérik a Pest irányába haladókat, csak nem írta oda az illető, hogy ez hol van. A Keresztúri út járhatatlan, üzeni Ancsa, és ez a trafi, amit egy másik hallgató elküldött nekünk, a 93-as kilométerén, ez az M3-ason van Budapest felé, Réka, köszi, hogy elküldted. Sárospatok mellett a 37-es út 60-as kilométer szelvényéből még nem szállították el szombaton a kiégett kamion, illetve azt a kamiont, ami szombaton kiégett, elfoglalja a fél utat, és emiatt ott is dugó van. Köszönjük szépen. Na, mi a helyzet a persejünkkel? Mert hát te nem... Figyeljetek, ezt kikérem magamnak. Én... Nem tudod, hogy itt miről maradtál le pénteken, amíg kim voltál a vodaszak üzletében. Jani felfedezte az évszázad büntényét. Meglovasították a perséjünk. Ez a legaljasabb, legszemetebb a munkahelyi, a mi általunk összetett a kis büntetésünkből, és egyébként csak mondom, jótékony célra felajánlott. Ugye valami hallgatónak, vagy egy szervezetnek felajánlott perséből kilopni. Figyeljetek, zokszó nélkül fizettünk. Meghatároztuk ugye a kis itinereket, hogy kinek hát miért kell fizetni. De fizettünk, és több 10 000 forint volt benne a kis persejbe, és akkor korán reggel bejöttem, szerintem nem csodatélek, hogy fel voltam dúlva, és én azt gondolom, hogy egyébként most a viccet félretéve, szerintem arcpirító, elképesztő, és elfogadhatatlan, hogy valaki oda menjen a másiknak az asztalához, megrázogassa, hú, ez jó tele van, aztán felfeszítse az alját, és kiszedje belőle az összes papírpénzt, egy kivételével, amit sikerült majdnem ketté szakítania. Azt azért nem vitte. De hogy vetted, te minden reggel megnézted a persejünket? Nem. Ez kb. Egy hét után derülhetett ki, vagy egy hete nem nézte a Jani. Aha. És ugye nem, ez azért nem biztos, sőt, valószínűleg nem kolléga volt, mert azért hozzánk az utcáról is szinte be lehet jönni, máshonnan, udvarról, tehát hogy ez nem feltétlen Klassz FM, sőt, én azt gondolom, hogy azért nem mondható ki, hogy ez tőlünk volt valaki. Hozzánk bárki be tud jönni, legalábbis a szerkesztőségünkbe. Bár ott vannak azért biztonsági őrök, de nem nagyon jellemző. Feltörték a perselyt, celluxal visszaragasztották. Ez is miért? Viszont van fejlemény, mert hogy elvitték a celluxot? Elvitték az egész perselyt. Meg a kis műanyagzárat is. Jött Derik. Újra, igen, és aztán pedig szépen berakták egy ilyen kukászsákba, és aztán elvitték és bevizsgálják. Mi új lenyomatot vetettünk róla? Mindent, amit lehet. Fújúj! Na most, akkor most van baj. Na mi, akkor hát bevallod? Mondanám, hogy én voltam. Röpke fejszámolás után az egy 30-40 ezer forint, ami benne kellett, hogy legyen. Hát úgy dobáltuk bele az 500-akat, ezreket, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok papírpénz volt benne. Na most... ennek ellenére mi azért ezt nem hagyjuk annyiban, mert... Mindjárt jön egy SMS, hogy csak 22 volt rohadékban. Ne próbáljátok át. Ez ekkora lenne. Holnapra találunk mi, ugye ezt már ígértük pénteken, csak nem találtunk hétvégén, egy szoftveres hazugságvizsgálót. Berakjuk ide, megtanuljuk, hogy ezt hogy kell kezelni, és innentől kezdve csak úgy szúrópróba jelleggel bárki jön, mindenkit beterelünk. A
folyosóra kiállítjuk Gyulát. Én ma elmegyek egy kutyakajáshoz, és veszek jó száraz, jó hosszú bikacsököket. Jó, de a Gyulát csak úgy állíthatjuk ki, ha ő az első, akit megvizsgálunk. Gyula lesz az első. Öten lefogjuk. Jó. Ösztökével megcsapatjuk. Igen. Igen. És mindenkit beültetünk majd egy szoftveres hazugságvizsgálóra. Szűrjük ki a gyanús elemeket, én azt mondom. Kezdjük saját magunkkal akár. Keresztkérdésekkel, úgyhogy holnap nyomozunk. Nem mondom, hogy meg lesz, de legalább tudjuk egy kicsit szűkíteni a kört. Én lehet, hogy azért Jánost is meghallgattam. Hát kifagyizott az orrán a hétvégén? Lennének keresztkérdéseim azért, mert talán kérdés... A gyerek! Miatta csináltam mindent. Istenem, miért kell? Ugye talán van ott egy elmaradt gázszámla, talán van ott egy elmaradt közös költség. Na, ezért nincs. Hát, ja, mondjuk ez is igaz. Ugye te voltál az, aki a leghangosabban kiabálsz. Hát lehet, hogy ebédpénzbefizetés volt a gyereknél, érted? Én megértem, hogy meg voltatok szorulva, vagy hát mégsem sajátból kellett, hogy menjen, de azért rákötnélek erre a hazugságvizsgálóra téged is. Mindig az kiabál, akinek a házai alapon. Elsőnek neked tennék fel a keresztkérdéseket, majd nézném meg, hogy mit jel ez a szoftver. Ki babusgatta azt a perset? Kinek az asztalán volt, kinél volt, ki zárta el, ki vette elő, ki jött be. Nagyon feldúltam pénteken, hogy feltörték a perset. Már egy hete valószínű, ugye, megvártam. Ha engem akartok elkapni, akkor kössétek fel a gatyát, mert a krémréteg alatt nagyon mélyen vannak az új lenyomatai. Az is igaz, hogy minden nap ilyen kamillás, nem tudom milyen krémmel, körönvirágos krémmel kenegetett a kis újbegyeidet. De legalábbis megfuttatnálak azért egyszer téged is ezen a szoftveren, aztán azért itt körbenéznék. Körbenéznék még másfelé is. Van alibim, én akkor éppen Titusnak a fiókjaiban kotoráztam. Nem, te akkor veszek kiskegyet, kuponokat vártál ki a vezérigazgató újságából. És loptad az ingyenás megvizet az irodájában. 500 szomi. Keddenként. Négy, egy fizet, ötöt. Szóval vizsgáljuk ezt meg szerintem. Hagyjuk itt a szoftvert, tartsuk itt, kérjük el valakitől. Nem nehéz egyébként egy ilyet kezelni. Aki beül, az pedig, illetve hát aki elmegy itt előttünk, nem aki beül, ez nem egy szabad választás. Aki elmegy, be kell, hogy üljön. Aki elmegy, az be kell, hogy üljön. Itt nincsen kint a folyosón, ott nincs rögzítés. Nincs. Mert akkor leülhetnél visszanézni az elmúlt egy hónapot. Na, nem rossz, azért ez egy hosszú. Hosszú nyersanyag nézés. A biztonság kedvé. Nem, az a vagy, a szobánkban nincsen kamera. Hát de aki már, tudjuk szűkíteni, aki bejön. Például ki jön be napközben, ha mi már elmentünk. Te bárki, hát tulajdonképpen bárki. Kollégák jönnek, plusz mondjuk, aki jön Viktorhoz fölmondani reklámot. Tehát a reklámhangok mind gyanúsak. Tényleg. Tíz után ültessük be a reklámhangokat is. Bárki gyanús lehet. Most ki az, aki elvitte új lenyomatvizsgálatot? Mit csinálnak az új lenyomattal? Megnézik, és mindenkitől leveszik majd itt az új lenyomatot? Vagy lehet. Lehet. Neki mennek ennek a dolognak. Gondolom, most már minden adatot, amit csak lehet, rögzítenek róla, nem tudom. Ez a, hogy hívják, volt a Budapesten CIS. Hajszálakat vettek elő. Jöttek ilyen fehér kesztyűs csávók, ilyen maszkal az arcukban, és körbe ecseteltek. Nem, azok a csótányírtók. Ja. Ja, jó, nem a persze egyet. Azért, egy fura tartály volt a hátukon. Ezt csinálták folyamatosan. Jó, holnap akkor vizsgálunk? Igen. Jó, holnap vizsgálunk. De egymással kezdjük. Nehogy aztán itt mindenkit meggyanúsítunk, közben kiderül, hogy kovász került a cipőbe. Olyan helyre járunk be dolgozni, ahol mi hárman egymás számára gyanúsak vagyunk. Nem, én csak azt gondolom, hogy mutassunk mi példát, nézzünk meg benneteket, és utána, azt tudjuk mondani a többieknek, hogy mi már magunkat megvizsgáltuk, gyertek, legyünk tiszták azért. Nehogy itt később kiderüljön valami csúnya turpisság. Amikor láttam, hogy tényleg nagyon-nagyon gyengéden, nagyon finoman, nagyon-nagyon-nagyon tapintatosan lett feltépve az alja, akkor én őszintén szóval rögtön Balázsra kezdtem el gondolni. Igen, hát mert ez a te technikál egyébként. Tehát meglátom, igen, ez a... És mindenki van bontva, tudod. Mert így bontod ki. A műzlis zacskótól kezdve, a nem tudom mi, a savanyú cukoron, mindent így bontasz ki. Hát megláttam, hogy darabokra van törve, mondom, ezt nem csak, hiszem. Csak ő megszorult. Ezt nem hiszem, ez csak ő lehet, de nem. Ideg hallgatók, őszintén Feri, most még megválhatod, hogy cigit vettél rajta. Most még bármelyikünk volt, most még büntetés nélkül elmondhatja? Elmondhatja büntetés nélkül. Jó? Most bejöhet, akárha nem mi voltunk, hanem kívülről. Ja, hogy adjunk. Azt szerintem adjunk lehetőséget. Jó. Azt mondja, hogy gyerekek, megszorultam, kell büntetést, kaptam autópálya matrica. Vagy már tényleg ott tartottál, hogy a kinti udvari kukából összeszedted az összes csíket, kiszorogattad belőle ugye a maradék dohány, és utána pedig szükséged volt valamire, amiben szívhattad, és ezért kivetted belőle az ezreseket. Az ezreseket is. Oké, amnestiát hirdetünk. Ha valaki most bejön, akkor elengedjük. Jó? Elengedjük. Ez csak most ma 10-ig. De kérjen bocsánatot.
Jó, kérjem. Sanszos, hogy valaki bejön, ebben ne éljétek azért bele magatokat. Miért bejön valaki, tördeli a kezét, én mit nem, 43.000 forintot. Megvan az új lenyomata, és holnap, ha elkapjuk, akkor hazugságvizsgálat. Ha erre nem jössz be most, és mondod azt, hogy bocsi gyerekek, én voltam, akkor hülye vagy. Gyerekek, én lentem volna, én nem fosnám azért ettől össze magam, hogy egy celluxot elvittek, meg holnap itt valami szoftverrel szórakozunk, azért ettől még azért nem lennek a kis amúgy. Sőt, még lehet, hogy nyálmintád is, ahogy eltépted azt, levesznek mindenre. Itt véged van, ha te voltál. Mondjuk Roli végig viszkizte állítólag az Adél koncertet. Jó, de Roli mindig más viszkijéből iszik, tehát ő nem lop azért pénzt, hogy vegyen magának, inkább másból iszik. Mi van, a kesztyűben loptál? Akkor mi van? Nem volt profi szerintem annyira. Hát például a nem profi, abból látszik, hogy a profi elvitte volna az egész persejt, mert időt egyébként ez tök amatőr, hogy visszapak. Kipakolod, lemukhat, rányíthatnak. Nem. Hát pont hát de hogy nem veszed észre, hogy eltűnt, ha ott van. De jó, de tök mindegy, ha érted? Mondjuk ez jó van. Hogy nem veszed észre? Na hogy? Hát, hogy ott marad. Hát, igen, csak nagyon sok idő föltörni, kivenni a pénzt, visszaragasztani, összeragasztani ahhoz a dugót. Ahhoz kell élekjelenlét. Érted? Ahhoz sokkal kell egyszerűbb bedobod egy nájlonzacskóba, kisétálsz és kész. Tök igaza van. Ahhoz tökösség kell. Megölöd a malacot. Igen. Ki a leghidegvérűbb itt a rádiónál? Mi van, ha szája nyitott, aki sose találjuk meg? Mi van, ha farpofával érted? De nem lesz rajta új lenyomat. Na jó, holnap tovább nyomozunk. Meglátjuk. Mutatjuk gyorsan a beugrót, figyeljen mindenki. Hát ez gyerekeknek való. Hétfői. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó, ha játszanátok hármas ugrást. Egyrészt ezt kell elküldeni, másrészt figyeljetek, mert jön az első EB kérdés nem sokára, amire helyesen kell válaszolni. De nem elég csak a maira, az összesre ezen a héten, hogy aztán valaki pénteken esélyes legyen a fődíjra, méghozzá az EB döntőjén ott lehet majd másod magával, szállással, repülővel végigélvezheti az Európa-bajnokság döntőjét. 90 perc a Mennyországban a focirajongóknak szerint. Úgyhogy beszerezhetetlen már a jegy. Hát tulajdonképpen. Nem is tudsz. Tulajdonképpen sem. Igen. Jó, úgyhogy jön az a kérdés is nem sokára. Figyeljetek, mi pedig jövünk Ákos idei után mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy jó kis rockset után. Benne a nyárban, április van, de 25 fokot mondanak mára. Gyönyörű idő egészen egyébként péntekig, amikor is egy hideg front majd azért véget vesz ennek a korai nyárnak, de addig felhőtlen, jókedv, napsütés, nevetés, kacaj, sikítás és minden, ami kell. Gyerekek, olyan idő van, hogy az valami elképesztő. Gyönyörű. Észrevetitek, hogy jobb az ember kedve? Tényleg nem kell más, csak hogy süt a nap, és egyszerűen a hangulatod 8 hónap tompaság, vagy 6 hónap sötétség, hideg élet, tényleg és tompaság után elkezdtél élni hétvégén, nem? Érezted, hogy úgy süt a nap, melegednek a csontjaid, termeled a D-vitamint, és egy kicsit minden szebb. Nem? Há, nem volt ilyen? Nem fáj ennyire a derek. Hagyjatok már! Ne legyél már ennyire tata. Tatás dumával. Jött a ide. Most a melegbe is fáj? Most nem. Kettős front van, aranyom, úgy fáj a fejem. Nem áll. Most múlt el. Jaj, ott ne nyomja ennyire meg. Atya Isten. 20.000 forint felett bűncselekmény. Még csak nem is szabálysértés. Így a Zsolt. Hoppácska. Valaki nagy bajba van. Melegedik a pite. Azt írja egy hallgató. Feri nem bírt magával, muszáj volt megszúrni ezt a malacot is. Tényleg nem lehet, hogy te vágtad. Ne, hát emlékeznék rá, meg én nektek hoznék belőle, nem tudom, valami ételt. Itt van Juli is, csak egy kérdés. Láttál valamit? Hallottál valamit? Nem? Semmi? Csicseregél, csak kicsirigó. Csicseregél, kicsirigó. Adsz új lenyomatot majd holnap? Adnod kell neked is. Kihallgatjuk őt is? Persze. Kihallgatjuk. Mindenki gyanús. Aki nem gyanús, az a leggyanúsabb. Szoftverre teszik. A mi Gyulánk már annyira elébe ment a dolognak, hogy behozta az új lenyomatait egy külön papíron. Minden van rajta. Képzeljétek el, itt tartunk, hogy a kollégáink igen hozzák a saját új lenyomatukat, csak azért, hogy nehogy esetleg belekeveredjenek az évszázad bűncselekményébe. Az évszázad bűntetje. Tényleg, ezért már néhányan elhozták, köszük Gyula is a saját új lenyomatukat,
Én nem tudom, miben nyomta az ujját, remélem, hogy abban begondolok, uh-huh. és nem valami egészen másba. És nem csak az ujját, ahogy látom. Igen, hozott nyomatot. Mekkora kucsma gomba anyját. Nem kucsma gomba, az egy vermak sisak. Úgyhogy hát idáig jutottunk. Igen, hozzák az új lenyomatokat, mindenki. Senkiben nem biztos. Meg leszel. Meg fogunk. Meg is fogunk csinálni. El is fogunk kapni. Hát biztos, igen. Alfa Service, Feri kérdezi, kopasz úr. Nyeli a pénzt. Itt állok vele, gyerekek. Az enyém megy, még egyszer mondom. Nem lehet tudni, mindenki gyanús. Most mi is úgy nézünk egymásra, hogy mindenki gyanús mindenkinek. Aha. Mert hogy azért egy kicsi kis gondolat ott motoszkál a fejünkben, hogy mi van, ha valaki úgy vitte el, hogy nem szólt a másik kettőnek. Sokba került az Opel karburátor az Alfába. Mi? Opel, miért tennék bele egy olyan vackot? Téved. Nem. Nagyon téved. Ja, jó van. Jani kérdezik, jó ötlet volt a persely feltörése? Jó ötlet volt a provident, mi? Ki kellett portolni a providentet egy kicsit, mi Jani? Jön, gyerek nő, jön a nyár, kell egy új cipő. Istenem, komolyan mondom, egyszer kiderül. Középiskola jövőre, ugye? Hello, Juli. Az is igaz, nem, még megbuktatom egyszer. Egy ilyen gép felismeri azt, hogy én azért izgulok, mert attól félek, hogy fals eredményt hoz. Fel. Én tudom, hogy kell, tudom. Kapni fogsz holnap olyan kérdéseket, hogy hogy hívnak. Igen. És az igaz válaszaidat hasonlítja össze a hamis válaszaiddal, tehát az igaz válasznál is izgulhat, és mondod, hogy Juli vagyok, de tudja, hogy milyen az, amikor igazat mondasz, és milyen az, amikor hazudsz. Tehát felismeri az izgalmi fázis közötti különbséget meg a között, hogy te valójában hazudsz. Igen. Nem amiatt izgulok, hogy ti kihallgatok. Hanem csak izgulsz a hazugságvizsgálom. Hogy valami olyasmit mutasson, ami nem én vagyok. Igen. Te kapsz majd kereskedéseket is kapsz majd. De egy csomó olyan beugratos kérdés, mire nyilván nem a válasz, hogy mit tudom én, hogy bújnál a nővel ágyba, hogy volt-e olyan, amikor gyűlölted a gyerekeidet, tehát hogy mindegyikre, ami nem. Lesz egy csomó olyan, igen, ami csak ugyan felvezető jellegű, és aztán majd jönnek a komolyabb kérdések. Minden nap lesz egy ember, akit kihallgattok, tehát hát, hosszú hétig tartó procedúra nem, lesz, vagy egy körben mindenkit elkapunk most. Nem, mi azt csináljuk majd, hogy megnézzük. Csak hogy szólják-e a CSS-eknek, hogy jöjjenek be. Vagy. Megnézzük a kollégák közül, hogy ki van itt, és bemondjuk a hangos bemondóba, vagyis adásba, hogy Kapitány János, várják a műsorban a Körmöci Péter, és bemondjuk a nevek. Ha nem jelenik meg, és tudjuk, hogy már házon belül van, az is gyanús. De fura egyébként, mert ma nem jöttek be a szélszesek. Bizony, és a kapcsi oda jár kaját melegíteni hozzánk minden délben. Uh-huh. Tehát mi éteren keresztül adásban invitáljuk majd meg őket, a kollégákat, akikről már tudjuk, hogy itt vannak, és ha nem jelenik meg, hát ugye az már egy fontos. És mi lesz, hogyha valakiről kiderül? Ja, hát leviszük a pincébe. Teszünk rá egy pokrócot, igen. Tehát mi lesz, hogyha valaki gyanús lesz? Hogy fogunk ezután vele együtt dolgozni? Hát én inkább attól félek, hogy nem találjuk meg, mert én bízom a saját kollégáimban, és arra gondolok, hogy nem közülünk való. Én bízom magunkban. Tehát én azt hiszem, hogy nem fogjuk megtalálni, de azért tegyünk egy kísérletet. De azért csak nem, hát gyerekek, hát azért itt csak nem. Jó, most nem kell benézni, kolléga. Most jönnek. Nincs jönnek baj, nem én voltam. Jönnek a szélszesek is, hallják, hogy miről beszélünk. Meglátjuk. Jó. Szerez holnapra létsz egy szoftver, Juli. De valami olyat, amit egy perc alatt megtanulhatok. Olyat, egyből látjátok az alaposságát a dolognak. Hogy mennyire valódi nyomozás lesz ez. Valami programot töltjünk rá, amit egy perc alatt meg tudok tanulni. Mi van, ha elvittem malacot, otthon kibelezte, majd visszatette? Ez jó kérdés egyébként, Tibi kérdezi. Jó kérdés. Nem. Biztos, hogy nem. Azt feltűnt volna rögtön. De tehát, hogyha valami eltűnik az asztalonról, az abban a pillanatban észreveszem. Gyerekek, ott egy tollat keresztbe tesztek, és Jani észreveszi, hogy valaki hozzánk utat. Konkrétan hozzá vagyok szokva mindennek a látványához. Mindennek, ami fontos számomra. A tűzőgép, a gépkapustartó, a cellux. Tegnap nagyon jó élményem volt, képzeljétek el, hosszú-hosszú évek után, és most komolyan mondom, higgyetek el, az én számomra ez abszolút hiteles. Jaj, de már várom, hogy folytatod. Hosszú-hosszú évek után tegnap megfürödtem, hajat mostam, de nem a fürdés volt hosszú évek. De ez a felvezető a nagy eseményhez? Igen, és este 10 órakor leültem, hogy én most bekapcsolok egy tévéműsort, és felkészülve arra a tévéműsorra, én megnézem. Rózsába öltöztettem a lelkemet, ugyanis én nem ülök már le nagyon tévézni. Ami kell, felveszem, később megnézem, letöltöm. Tehát ez a klasszikus, üljünk le a tévé elé és nézzük meg, ez nem volt nekem. Fél tízkor elvettem. Rózsába öltöztetted a szívedet, hogy ismételték a kapcsoltam? Fél tízkor megvettem egy forró zuhanyt. Igen.
10 óra előtt 5 perccel bekészítettem némi nassolnivalót a tévé elé, és leültem, és televízióztam. Nem tudom, láttátok-e az óriás plakátokat? National Geographic, Morgan Freeman, Isten nyomában. Na, igen, jó volt, igen. Én nem láttam, készültem rá. Virág kedvenc színésze, imádja. Ja, és most neki már volt egy ilyen sorozata, ott is az ilyen dolgokat feszegette, és én is nagyon vártam, én még nem voltam tévé közelben, fölvettem. Akkor érdemes megnézni, tök jó, mi? Jó, abszolút jó, mindjárt elmondom, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy az első részsel kell kezdeni. És a következő történt. Gyermeki bizsergéssel vártam, hogy végre tényleg leülök megnézni egy tévésort, aki hosszú ideje nem tévézik, csak este sorozatokat néz, az elszokik attól az élménytől, hogy órára bekapcsolod a tévét, és vársz valamit a tévében. Szerintem erről emberek ezrei szoktak már le. Elindult maga Morgan Freeman, és elkezdett beszélni. És én közben SMS-eztem egy barátommal, és 5 perc után írtam neki, hogy ez túl hatásvadász, ne nézd, de még nem tudtam megfejteni, hogy mi az, ami zavar a dologban. De valójában marhára teszed, csak irigy voltál az élményre. Hallod, nagyon hatásvadász. Ne, képzeld, hogy Morgan Freeman beszélt, de közben női hang beszélt alatta. Morgan Freeman nem beszélt, akkor beszélt a Morgan Freeman, de én azt hittem, hogy velem van a baj. És a gyógyszerek. És vagy nem szedtem be, rendesen a gyógyszereket, vagy valami nem stimmel, de fél óráig néztem úgy egy tévéműsort, hogy nem jöttem rá, hogy elrontották a tévéműsort. Ugyanis utólag olvastam, hogy egy másik rész hangsávját keverték rá a 10 órakor kezdődő brutálisan beharangozott Isten nyomában című tudományos, fantasztikus oknyomozó riport alá, és ezért láttad Morgan Freement, ahogy a harisnya fetisizmusról beszél női hangon. A holtengeri tekercsekről beszélni úgy, meg a Katrina hurikáról, hogy közben piramisok gyomrában sétált, és én még mindig úgy néztem, hogy nem, azt hittem, hogy de megcsinálták. Hogy de megcsinálták, de közben mi ez a baj? Milyen újszerű? De alig milyen lehet követni, halló? Fél óráig ezt ültem. A kontrollt menetet. Fél óráig döbbenten ültem, és nem értettem, hogy miért mutatnak fuldokló embereket, mikor a halotti tekercs, a holtengeri tekercsről beszélnek, miért mutatnak uszodába, a medencébe belefulladt embereket, és közben Morgan Freeman elmondta, hogy a karmapával beszélget. És azt már fölvettem nektek. A karmapával beszélget. És így ültem, ettem a kis sorsmonyimat, a karmapával beszélgetett úgy, hogy egy test nélküli fejjel beszélgetett úgy, egy nő volt, akinek csak a feje volt meg, és pislogott. És azt mondta, hogy most bemegyek a karmapához, és beszélgetek a karmapával, és beszélgetett egy test nélküli nővel. És a 40 perc eddig... Tenetesen cudar volt. A 40 perc eddig után néztünk össze a Vikivel, és jöttünk rá, hogy valami nem stimmel. Onnantól kezdve viszont rettenetesen szórakoztatóvá vált a dolog. Ugyanis egy másik rész hangsávját keverték arra rá, amit néznünk kellett volna. Óriás plakát. Én körbe küldtem mindenkinek, hogy ülj le este 10-kor, mert most rájövünk, hogy az univerzum és az Isten nyomában, és most, hogy miért élünk, miért halunk. Figyelj, van róla egy videóm, Viki odállt a tévé elé, a kis hálóingébe, és fölvett bőle egy percet. Ja, hát hogy csinálják? Nincs valaki ilyenkor a NatGeo-nál bent, aki azt, igen, mondja, hogy ez nem, hogy itt valami nem smakkol. Igen, vagy a NatGeo pénteken bezár, elindítják a kazettákat, ilyen automata üzemmódba, és az valaki szakkarában a királysírok között, és közben azt hallott, hogy a modern városok vízellátása az emberül is, a szennyvíznek a kezelése rendkívül fontos és bonyolult. De már maga hogy keveredik össze a dolog, érted? Tehát, hogy azt alájátszák, ezt újra rögzítik az egészet, és utána ez egy automatikus szerkezet indítja valószínűleg. Olyan, mint az epokit két összetevőből áll össze, a hang meg a... Szerint ez elképzelhetetlen. De ráadásul a csatorna ugye rettet mennyiségű pénzt költött el ennek a reklámozására. Senki nem volt a csatornától, aki nézte volna ezt a műsort. De gondolod, amikor a NatGeo dolgozói így vezetősége, nem tudom, így leülnek, és na, új csatorna, bepromoztuk, nézzük. Így van. Én tényleg én rákészültem, én is leültem, és azt mondom, hogy na ez most olyan, amit látni akarok. Mindenhol ez jött a szembe, hogy Morgan Freeman Isten. Soha így nem költöttünk plakátkampányt. 20 percig úgy nézett, hogy nem tudod, hogy mi zavar, mert nem érted. Tehát nekem idő kellett, azt hittem, el van csúszva a hang, kicsit újszerű a feldolgozás, másról beszél, más a képi világ, mondom, milyen egyedi. Milyen egyedi. Bali, milyen rég tévéztél már, hogy le vagy maradva? Hogy elment melletted ez a televízió? Mennyi újdonság van? A TV2 is időnként átkapcsol az RTL-re. Akkor ez a hang is ilyen lehet. Konkrétan nagyon tényleg jó. Néztük fél óráig. Milyen jó, agyhalottak voltunk már 10 kokét gyerek után, tehát ez másnak szerintem 5 perc után leesett, hogy valami nem stimmel, mondtam,
Milyen újszer? Igen. A öcsém, hogy odarakták, hogy ott a Keops piramisban mutatják, miközben a karcsinaurikáról veszi, hogy összetették ez a Morgan Freeman. És azt írtam a barátomnak, itt az SMS-t figyeld, ezt tudtam elküldeni neki 20 perccel azután, hogy már ment. Öcsém, ezért zuhanyoztam le. Hatásvadász szar, nem értem. Mindig nem esett le, hogy... Igen. Hatásvadász. 20 perc, mondom, hogy túl hatásvadász, öreg vagyok én, nekem ez már nem jön be, mert itt nem arról beszélnek, amit mutatnak, mondom, hogy ezek a hülye amerikaiak. Hogy tudnak ilyet elhozni? Rainbow Hot, ez is alatt a magát kilóra. És ezen gondolkoztam, hogy ez a Morgan Freeman, és azért régebben ezt igényesebben csinálta. Már a sightseeingra se figyelnek, ő beszél, egy nő beszél, a hatásvadász kapcsolt ki. Meg milyen jó volt itt, meg már érte. És többenet volt. Hogy mi van most a NatGeo-nál? Hát újra megkapjuk ezt a részt? Vagy most valószínűleg mikor? Leadják. Igen? Újra. Aha. De mi van meg azzal? Valaki a szőnyeg szélén áll szerintem már most. Valaki most 10 órakor, ott most nagy meeting van. Mennek a memók azért körbe-körbe. Józsi, gyere be az irodán, barolt életbe. Mennyi volt a kampány? És a másik meg a Morgan Freemannek a hangjával ment le? Jó a kérdés. Hát? Jó a kérdés. És beállítottam sorozatfelvételre, hogy minden vasárnap 10-kor most Isten nyomába leszek én is, és a családdal együtt nézzük. Nem tudom, mi lesz. Azt írja valaki, hogy most lenne a Freeman ismétlése, de mást adnak helyette. Uhák, nem merték meg ismétlést. Tudod, mi lesz most, majd felkörül valahol, mit tudom, videó, vagy mindenféle megosztó portálokról, és oda lesz írva majd megjegyzések rólad, hogy eredeti hangsámmal. Nincs a NatGeo-nak egy ilyen 441-26-23-as szám, amit föl tudunk hívni? Nézzetek már egy NatGeo számot, hogy nem tudunk rá egy csütesítésre. Az a baj, hogy ha azon a számot hívod őket, ami meg van adva, akkor a Discovery veszi fel. De nem lehet, hogy ugyanaz a kolléga szabadult be, aki a TV2 vezérlőjébe is ült. Igen, most ez egy ilyen kommandó most, hogy minden hangsávot összecserélnek, minden hangsávot. Van egy ilyen srác, mint az Airplane-ben. Morumba, galumba, cerkof, majom, karumba. Egyébként konzervadást hogy indítasz el? Tehát pénteken este 6-kor a technikus azt mondja, hogy minden rendben van, elmentek hétvégézni, betáraszták ugye előre, és hát az egy számítógépes program alapján fut. Megy, így van, úgy van, mint nálunk éjszaka a zene. Hát persze, az megy magától. De hogy senki nem ellenőrizte, megmondom, amikor már ment. Tehát hogy ráadásul ez egy olyan produktum volt, amire most a csatorna irgalmatlan pénzt költött el, nagy hangsúlyt fektettek. Senki előre nem volt, aki... a vezér egy hatalmas kohibát tudott lecsippetni. Gyertek át, srácok! Micsoda nézi lesz! Micsoda nézi lesz! Hasítani fogunk. De mikor ültetek le úgy tévéműsort nézni, hogy várjátok? Tehát komolyan mondom, mi azért leszoktunk a tévéről, nem? Hát nem, van egy csomó minden, amit felveszel, nem ülsz már le úgy, mint régen minden csütörtökön a szomszédok elé, és egy ilyen valódi nosztalgikus élmény volt, hogy de jó, most egy kicsit úgy leülni, tényleg gyerekek alszanak, csönd van, leülni tévézni. Hát kifejezetten jól esett. A vállótársaknál. Egyébként ezt tényleg vártam. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mit hoznak ki belőle. Na, de ez nem is volt rossz. Vali most már érzette is, hogy mit éreztek az emberek a Balázs alatt annyi éve. Nem értették. Nem értették, hogy nincs képe. Ugyanezt éreztük tegnap, igen, páromra az Isten nyomában alatt, amit Balázs mondott. Annyira vártuk, és semmi nem történt konkrétan. Akkor nektek legalább leesett, hogy valamit rosszul néztek. Én fél óráig néztem, úgyhogy öreg vagyok már én ehhez. Ezek az amerikaiak már minden. Jó, ha valaki tudja, hogy mikor adják le újra, akkor szóljatok, mert én azért megnézném. Hát ha csöpesszük van, akkor rendbe teszik, és vasárnap újra kezdik. Nem? Hogy? Hát, hogy akkor rendbe teszik most a hangot, és vasárnap ezzel kezdenek. Hát, vagy azt kellene csinálni, mint hogy például a múzeumokban is van, a jobb múzeumokban ugye ez előfordul, hogy kapsz egy ilyen kis magnót, meg egy kis fülest, és körbejártás, és gyakorlatilag saját, igen. És akkor szépen, most azt kellene, hogy mindenkinek el kellene küldeni MP3-ba az eredeti hangot, amit aztán le kell játszanod akkor, amikor megy a kép náluk. Felragad a fejhallgatót, és hallgatod. Tök fura volt, mert azt hittem, hogy Morgan Freeman beképzelt. Ugyanis egy csomószor úgy beszélt, hogy nem nézett a kamerába, meg nem nézett az interjú alanyára, közben beszélt. És én még azt is gondoltam, hogy mekkora bunkó. Nagy képű. Ez is hogy elszállt, hol tengeri tekercsekről beszél, és nem is néz az interjú alanyára. Érted? De hogyan ide a Katrina hurikán? Mi az Isten csinálnak ezek egy piramisra? Beszél. Végülje megőrült. Hogy adhatja a nevét egy nyelvhez? Szóval egyszer szenzációs volt. Nincs NatGeo számunk? Van? Fölhívjuk őket, hogy mikor ismétlik? Igen. Nem, ez valami központi szám, az a baj, ez valami a médiacsoport. Hát megkérdezzük a recepciót, hát ha tudják. Hogy volt-e? Egyáltalán volt-e már betelefonálás emiatt? Volt-e már panasz? Igen. Tehát ez nyomány. Lehet, hogy valaki betelefonált, hogy Zseni! Öcsém, Zseni! Recepció! Annyira előremutató!
Valakit hívjuk föl. Persze, kérdezzük meg. Kérd rögtön Morgan Freeman. Jó napot, ki a reggel Morgan Freeman-t kérek, kikérem magamnak a tegnap. Morgan-nél szeretnénk beszélni. Média csoport ZRT-nél. Munkatársunk foglalt, kis türelmét kérjük. Más is telefonál. Más is már hív. Megteheti a 8-as gomb megnyomása. Mit kapunk a 8-as gombban? Nem tudjuk. Central Media Group. All our lines are busy. You can leave a message by pressing 8 or wait for the operator to assist you. Aha. Na várj, várj, mert ilyen üzengetünk itt. Figyelj. Köszönöm, elköptem a mikrofont, annyira meglepődtem. Ez az Olinum család. Várjátok, ők egy központi számára. A büdös életben nem jutunk el. Dehogy nem mondjad, hogy a Natgeót kéred. A Natgeót. Perc, és ott ül valaki Natgeó tábla alatt idénk. Ez teljesen rális, gyerekek. Nem, most jön az operátor, csak most verekedt át. Ezek leráztak. Leráztak. Lehet, minket. Hogy hallgatnak minket. Pedig már elképzeltem tényleg, hogy az operatőrtől általán egy zenekar között. Szóljatok kirékének a Natgeótól. Na jó, hát akkor ez nem. Jól van, megpróbáljuk akkor majd holnapra, hát ha mondanak nekünk valamit. Annyira bekészültem, annyira csalódott voltam. Ezért annyit molyolgatni magaddal. Nem, akkor mondják meg előre, hogy ennek a hangját hallják, és ezt a részt nézik. Én fejbe összeteszem. Nekem azon nincs bajom. Mondja meg, hogy Bali a harmadik rész hangját hallod, de az első részt látod. Én meg tudok szimultálni. És gondolkodásmód. Mennyire új ez a Natgeó egyszerre. Mindenet lekötik, az agyamat, a fülemet, minden érzékszerűen. Mondja meg, hogy negyedik rész Katrina hurikán, és első rész gízai piramisok. Én tudok két menetet várjás, vinni az agyamban. Várjál, akkor megjegyzed a képeket most az elsőből, és majd akkor negyediként a hang. Ez én akkor mellé teszem. És azt mondom, hogy ez a Morgan Freeman egyébként. Tehát tök jó egyébként, hogy amit nem értesz, az szerinted hatásval rá. Egy nagyon szedik. Ez hatásval rá. Hogy mennyire öreg vagyok már, hogy régen azért, mondod a tévécsként, ennek egy percet le kell esni, hogy itt valami nem stimmel. Hatás van, azt elmegyek én is aludni. Egy kicsit csak a ronyrázás. Kicsit mérgelődtünk még SMS-ben, mert majd elvonultam aludni. Ebből látszik, hogy masszív öregszem. Érted, menő helyszínek, egy világsztár, ezt össze-vissza beszélnek benne, érted? Nem lehet, hogy túl rövid nekik ez az egy óra, és így adják le nagyon sok infót. Azt mondták, hogy az egy órában nem fér bele minden. Tényleg. Ezért adjunk egy külön hangsávot, adjunk külön képisávot. Egyszerre több mindent zúdítsunk a nézőkre, nem? Aztán egy órában ez nem fog beleférni. Több hangot nekik, több képet nekik, és akkor így próbálnak bennünket trenírozni. Na jó, azt írják egyébként, hogy szerda ismétlés 22 órakor. Aha. Mm-hmm. Ki van itt? Itt van valaki? Igen. Tegyük adásba. Halló? Nem ő. Morgan Freeman? Nincs még adásban? Most itt van. Ki az? Morgan Freeman? Próbáljuk már meg ezt. Nincs még adásban. Csak vett. Tedd át. Vedd át. Hát vetted? Senki. Tegyük újra. Ki volt ő? Mondd el. Írd meg. Küldj postagalamban. Valaki jött adásba valakitől. Aha. Izgalmasan hangzik. Aha. Ki az? Morgan Freeman magyar hangja? Hogy de most mondom, viszont Mikinek. Elmondaná a tegnap estét? Miért? Írjatok nekem. Morgan. Elvesztettük Morgan. Lehet, Morgan. Ne írjatok. Norbi? Aha. Norbert Freeman? Norbert Freeman? Maga Norbert Freeman? Ő a testvére. Tényleg. Morgan Norbert Freeman. Na várj, írt Éli. Ők hívtak minket, hívjanak újra. Tényleg. Addig mondd el az EB kérdést, jó? Ja, mondd el az EB kérdést. Akik hívtak bennünket, nem tudom, Júli, írd meg nekem, hogy kik hívtak, akkor hívjanak fel újra bennünket. Jó? Addig viszont EB kérdést gyorsan csak, mert sokan számítanak rá. Van jó? Nekünk egy EB-s játékunk, ugye a döntőre lehet jegyet nyerni, nem akármilyen nyeremény, és természetesen a kérdés is az EB-hez kapcsolódik. Írjátok meg nekünk, hogy melyik szó hiányzik abból a kifejezésből, hogy pont, urafakó. Ebbi. Természetesen nem ez a kérdés. Hány gól született a legutóbbi labdarúgó Európa-bajnokság döntőjében? Tehát hány gól született a legutóbbi labdarúgó Európa-bajnokság döntőjében? Ezt írjátok meg nekünk. 0676450000 ez az SMS számunk, és a döntőre lehet jegyet nyerni. Nem arra, a következőre. Így van. Tehát a párizsi Európa-bajnokság döntőjére tudtuk jegyet nyerni. Fontos, hogy minden nap elhangzik majd egy kérdés. Csak az nevezzen be a játékba, aki minden nap tud bennünket hallgatni, vagy meg tudja sugatni magának azt a bizonyos kérdést. Ha 5 kérdésre helyesen válaszoltok, minden nap egy így jön össze az 5, ugye péntekig, akkor tudtok részt venni ebben a játékban, azt mi ellenőrizni fogjuk.
és akkor lehettek ott a párizsi Európa bajnokság döntőjében. Ráadásul nem egyedül mehettek, valakit vihettek magatokkal, repülőjeggyel, szállással, ellátással, utazással, oda-vissza, mindennel együtt. Jó? Tehát egy komplet csomagot kaptok. Egy komplet csomagot kaptok, így van. Jó, hány gól volt a legutóbbi Európa bajnokság döntőjében? Ez tehát a kérdés. Jó? Na, aki keresett bennünket a NatGeo-tól, az most itt van? Halló? Itt vagyok. Hello, ki vagy? Szia! Hello, szia! Jelte Csaba vagyok a National Geographic-tól, de a print újságtól, mert hogy minket hívtatok az előbb, ezt akartam a rendben rakni. Oh, mindenki hívtatok, egy ilyen központi számot kaptunk, igen, és akkor gondoltuk valahol ott. Ezt azért szeretném rendben rakni, ugye Magyarországon külön cég az újság, illetve külön cég a televízió, és mi, akit hívtatok a Central Media csoport, mi a print alap vagyunk, én a lapnak vagyok a művészeti vezetője. És most tényleg meg 2 perc múlva, tehát 2 perc, ha föl tudtuk volna venni a telefonszámon. Aha, elég. Aha, lassan kezdtek. De ti is láttátok azt, amit én? Hát én velem ugyanaz történt, ami veled. Te is írtál haverodnak, hogy milyen hatáson ezek az amerikaiak? Nem, csak mondtam a feleségemnek, hogy hú, ezt nézzük meg, mert ugyanis nálunk is hirdetett természetesen, hát mi is promóztuk a tévéműsort, és én is nagyon vártam, és mi is 20 perc után jöttünk rá, hogy itt valami nagyon nem stimmel. És hát elég kellemetlen, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk mi is, mert természetesen azért kapcsolatban állunk mi is a channel-nel, kíváncsiak, hogy mi történt, meg hogy mi fog történni. Szerintem nagyon sokan jártak úgy, mint ahogy te is este, meg mi is. Hogy... Neked mikor esett le, hogy nem stimmel, amit nézel? Mert én fél óráig mondom, tényleg, abszolút. Hát, én magamat ostoroztam. Negyed óra? Én is mondom a feleségemnek, hogy de, jó, hogy jönnek a piramisok a holtengerizeken. Miért van az a fuldokló csávó bent abban a medencében, és miért mutat neki hatásvadászképeket, amikor valami teljesen másról beszél? Azt sem nagyon értettük, hát nagyon sajátos élmény volt, mit nem mondjak, tényleg. Igen, abszolút egyébként tényleg jó volt. Jó, de akkor ti sem tudtok többet. Hát egyelőre mi se, de lehet, hogy azért ma már okosabbak leszünk. Jó, meg bemondjuk majd. Mi számod hozzájuk? Hát most itt az autóban, mert most autóban ülök, itt nincsen, de biztos, hogy... Szerzünk valakit holnapra. Jó van, köszi, hogy becsörögtél, jó munkát jó, nektek! Ezt akarom rendben rakni Magyarországon a channel, tehát a tévéműsor, meg az újság, az külön cég. Ez külön tehát cég. Nem a Central Media csoportnál van a tévécsatorna. Jó van. Oké. Okay. Köszi. Köszönöm. Ciao. Hello. Na jó van. Oké, hát akkor ezt is megtudtuk, viszont van még egy hármasugrás játékunk, ugye? Volt egy beugró, megmutattuk, úgyhogy valakivel már is játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, már is itt van a hallgatónk, ha minden igaz. És most valaki Juliska, bejelentkezik nem a NatGeo-tól. Igen, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Marika vagyok a NatGeo-tól. Beszórakoztatnak velem. Krista, hello, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia! Hello, Krista, honnan hívtál minket? Budapestről. És mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Vagy... Varrónő vagyok. Egy varrónő? Merre varsz? 9. kerület. 9. kerület. Beszéltünk már a ti varrodátokkal valamikor, nem? Igen. Régebben igen. Veled konkrétan? Igen, meg a kolléganőmmel is. Ennyi. Működik a hangnem olyan. Mikor volt ez? Hú, tavaly évelején valamikor. És mit szólsz az, hogy ez a Morgan Freeman, és hogy átmen commerce-be? Nem, mit szólsz az én hangmemóriámhoz? Hogy ilyen hangmemóriám van? Ez tényleg hihetetlen. Másfél éve volt. Nem mindenkit szoktál megismerni. Tessék? Na, tényleg csezd le. Na most még szúrjál le, hogy megismertelek, úgyhogy más nyelven beszéltünk. Azért nem mi egyszer volt, igen. Fáj, ha kicsit dicsérned kell, azért nem mindenkit szoktál megismerni, Bali. Ne, de az esetek nagy többsége valahogy beletrafálok, és pedig ennyi, Júli se ért semmit, Krista ugrik 3-at, ennyit küldött nekem. Krista, figyelj, de ki az, aki segít neked? A kolléganőim. Kolléganőid, jól van. A múltkor nyertetek? Mi volt? Igen, nyertünk. De nem 3-asugrást játszottunk. Uh-huh. Jól van. Na, arra azt már nem tudom megmondani, arra nem emlékszem. Mehetünk? Persze. Jansuá, milyenek a kérdések? Rá, könnyű, lájtos, én kérek elnézést. Melyik labdarúgó csapat vezetőedzője Zinedine Zidane? A Real Madrid. Ó, de jól ment ez neked. Nagyon jó vagy. Honnan tudod ezt ilyen jól? Krista. Krista, igen. Honnan tudtad ezt ilyen jól? Nézem. Komolyan? Igen. De Madrid vagy Barca Drucker vagy? Nem. Ferencváros. Aha. Az se rossz.
Gratulálunk a bajnoki címhez. Abszolút. Köszönjük szépen, én írtam reggel. Ja. És meg is tapsoltunk. Igen. Így szól a második kérdés. Melyik világhírű DJ jelentette be a visszavonulását a múlt héten? Tudom, mert nem jól mondod a nevét soha. Kicsoda? Én. Balázs. Tessék. Na jó. Na jó, nem tudunk ennél többet várni. Avanci. Avanci, vagy Avicii. Még beszéltünk is róla. Így van. Bárcsak menne már, ezt ne csak ígérgetni. Avicii, vagy Avanci, bárhogy is hívjuk, ő az, aki visszavonul, vagyis leteszi a pendrive-ot, ugye ezt megbeszéltük a múlt héten, hogy nagyon komoly visszavonulás lesz. Krista, hát ez jól indult, aztán szörnyű vége lett. Hát igen. Majd legközelebb. Így van. Másfél, év újra felismert, újra játszol, újra nem nyert. Ciao, puszi. Hello. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, hát gyerekek, rengeteg megfejtés, úgyhogy nem sokára. Nem adunk ma semmit, ugye? Nem adunk semmit. Jó, ez csak napos. Elküldtétek a kérdést, így van, tessék figyelni a következőt. Nem sokára megmondjuk a megoldást, jó? Illetve jövünk a nap legjobb pillanataival, 3:10 lesz, pontosan 8 perc múlva. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 múlt pontosan egy perccel, McLemore featuring Daytona, Louis, Ryan, Ivan McGregor. De tényleg hányan John vannak ebben az ilyen dalban? Itt ebben mindenki belekapott, aki arra járt, beleénekelt egy sor. De akkor itt a néni, jöjjön be egy ilyenre. A büféből a Newman, a padlástérből, itt mindenki beleénekelt. Mindenkit nem is ismertek, aki itt szerepelt a dalban. Te ez ki volt, nem tudom, egész jól tolta, hallod? Hagyd benne. Na. Egyébként, bocsánat, egyik kérdés hallgatunk megért, és azóta le is csekkoltam, hogy a National Geographic Channel-nek a Facebook oldalára már kiraktak néhány perce. Tehát gyakorlatilag a mi megszólalásunk után. Egy kis, hogy hívják, ott egy kis posztot, amiben jelzik, hogy mikor fogják megismételni. Kedves Balázs, ne ostorozd magad, nem te vagy a hülye. fél óra de után. Tartoznak egy bocsát kéréssel egyébként. Gyerekek, hát azért ez belecsúszhat, tehát ahol emberek dolgoznak, ott hibáznak is, hát én azért nem gondolnám, hogy százezrek ültek le azért oda szombat este, vagy vasárnap este, akkor mégiscsak egy kisebb kis réteg csatornáról van szó, de hát az a pár tízezer ember, aki osztotta magát, hogy hogyan ment mellett a televíziózás, az megismétlik ezt valamikor. Mi jó lenne, hogyha meg kiderülne az, hogy ez a plakátkampány mellé járó gerilla marketing, hallod? Balázs biztos, hogy bekapja a horgot. Figyelj csak, figyelj meg. Na, mutatjuk, miről is volt szó ma reggel. Egyrésztről ugye beszélgettünk egy nagyon helyes édesanyáról, akinek gyereke van, az tudja, hogy ez mennyire érzékeny téma. Ő ugye Csillaghegytől egészen Margit hídig kiplakátolta az oszlopokat, mert hogy március 15-én délután 3 és 4 óra között a Szentendrei hévvonalán elhagyták a lánya álommanóját egy üveggyöngyel és egy kicsi kis táskával együtt, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy egyrészt a mi gyerekeinknek is vannak ilyen nagy kedvencék, ami nélkül sehova nem lehet elmenni, illetve milyen fura az, amikor felnőttként 30-40 éves férfiak, nők még egy-egy plüssmacival, pólóval vagy kis moncsicsivel alszanak, hát kiderült, hogy egészen közvetlen környezetünkből is van valaki, aki ugye ezzel vagy azzal alszik. Erről beszélgetünk, valamint fölhívtuk a pénteki vodajáték egyik nyertesét, aki elmondta, hogy zseniális volt az Adele koncert, köszönik, jól érezték magukat, nagyon rendesek voltak a vodások, jó volt a birminghami hétvége, és minden úgy sikerült, hogy szerették volna. Majd kiderült, hogy erre a birminghami hétvégére egyébként mi is, ti is, Jani, Feri, ugye elmehettetek volna. Igen, ha hát csak akarunk. Nem akartunk. Csak hát nem akartatok. Akartunk, vagy igen. Hogy van? Igen, na, szóval erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Csabi, jó reggelt! Hello, Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello, ciao. Mi újság van? Milyen volt a hétvégem? Tökéletes, hát ilyen időben. Jó volt? Hát... ezt szeretem egyébként, hallottam, hogy mondtad, nekem is, a tavasz. Ugye? Szeretem a nyarat, de az a 40 fok az túlzás, tehát ebben az időben
Tök jó. Kicsit kertészkedtünk, fociztunk, minden volt, aminek lennie kell. Csak az okásos. Foci. Igen. Nem? Kis foci kertészkedés. Jól van, hívjuk a nap hallgatóját. Ugye a nyertes ne várjátok, nem hívjuk. Ma csak elküldtétek az első jó választ. Aztán holnap, holnap után ez így lesz egészen péntekig. Minden nap kell játszani, megdolgozhatunk benneteket. De mégis csak egy ebéd döntőről van szó, ha szeretnétek ott lenni. Srácok nem érnek rá, én megyek szívesen. Már lemondtam, hogy nem tudnak menni. Jó, de ilyenkor nyugodtan mondat titusznak, hogy ti nem értek rá egy közösen, mert hát dolgoztak vele. Csabi, úgyis van még Szabia. Ráér szívesen megy. Viszi a családot is. Miért vagy ilyen visszhangos? Csak. Na jó. Nem, nem. Hát? Hát, ha nem, nem. Nem. Egyel bejebb vagyunk. Egy olyan egy csomag megmaradt. Így van. Csabikám, milyen zenei lesznek? Tudom, hogy nagyon szereted, vagy szeretted régen a halott pénzt. Igen? Igen. Régen szeretted, te mondtad. Igen. Hát amikor feltűnt, igen. 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 Lehet, hogy a, na most a új halott, daluk van. Van egy új daluk, csütörtökön jön a vadi új lemez. Ülni, örülni, megőrülni. És azt képzeljétek el, hogy akik most nyárra fesztiválokat szerveznek, ugyanúgy, mint pár éve a Magna Cum Laude-vel, a Tankcsapdával, vagy az Eddával, most szerintem az első helyen a halott pénz van. Tehát, vagy mondjuk még a Well Hello. Tehát őket hívják fel elsőként, hogy ráérnek-e, tudnak-e jönni. Szerintem minden nagyobb fesztiválon ott lesznek, és őrült tömegek vannak mindenhol, ahol játszanak. És van egy új daluk, a Majd, ami előfutára ennek a csütörtöki lemeznek. De jó, milyen emberi a címe? Ülni, ürülni. Örülni. Örülni. Ja, örülni. Ja. Ők azért ezt kivekelték, ezt 20 éve annak, 15 éve, tehát azért ugye a siker váratott magára. Megérdemlik mondjuk. A siker váratott magára. De egyszer csak megjött. Komolyan, én már letettem volna a hangszert, és azt mondom, jó, ez gyerek, nem jön be, akkor keresünk valami rendes foglalkozást. 15 évig a kutya nem foglalkozott. De nem, mert azért az utóbbi egy-két évben kapták igazán föl őket, és már 20 éve vannak, hát működnek. Hát underground szinten, és gondolom... Nagyon underground szinten éppen, igen. A Dávid ugye rapper, tehát ő azért azt sejtette, hogy olyan nagyon nem fog előrelépni. De, hát de most azért mégiscsak a mainstream-en. Igen, és most néztem pont egy fotót, volt a Kecskeméten a múlt héten, és lefotózták magukat, ahogy egy csárdában lesznek, és egy 10 fős társaság, tehát nem a rajongóikkal, hanem az a stáb. Érted? Tehát azért ki is bővültek rendesen. Hát igen, hát eredetileg ugye a Marshall Dávidnak a neve volt halott pénz. Hát most meg már a rapper neve volt, most meg ugye egy zenekart akar. Jól van, Csabikám, meghallgatjuk. Megérdemlik a sikert azért az. Abszolút, abszolút, hogy nem. 555-55-00. Ne szívd már fel magam. Benne vagy családilag. Neked fejelnek, hogy mi van? 555-55-00 a telefonszám. Ha kérnétek dalt Csabitól, akkor hívjátok ezt a számot. Mi pedig jövünk holnap. Csab. Szevasztok. Sziasztok. Csab, csab. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.